Hello, sziasztok! Vicces, nem sokára itt van, csak még a szépítkezési folyamat történik. Ja, én is, hogy nézek ki? Nem leszek hozzá méltó. Mert hogy ő már szép, én meg olyan vagyok, mint mindig. Na, hogy vagytok, drága életeim? Remélem, hogy mindenkinek fasza volt a hétvége, vagy mindenkinek volt hétvégén fasza. És na jó, nem mindenkinek, mert az mondjuk csak a földi népesség egyik felének áll jól. Áll jól, értit? Úristen. Na, jobban nézek ki, mint én. Nem hiszem. Nem. Rántott húszabász rizssel, az figyelj, annál magyarabb étel, tökéletesen tudom, hogy Magyarország ugye a körömpörkölt, meg szalontüdő, meg ilyesmi országa, de szerintem az, hogy vendéglő és rántott hús rizs, annál nincs magyarabb, mind a mellett imádom. Természetesen. Aztán annyi van, hogy egyébként tényleg ma mit ettünk? Ja, ma csak ilyen reggelit ettünk, tényleg. Amit persze délben ettünk meg, mert ma végre sikerült egy kicsit így későn kelni. Sem a majmok nem keltettek olyan nagyon-nagyon-nagyon hamar. Sem pedig a munka nem volt olyan iszonyatosan kriminálisan sok. Ma gyakorlatilag csak könyvet fordítottam, tehát igazából az összes többi munkámmal ma nem is kellett törődni, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fura dolog. De élvezem. És egyébként a... Mit csinálsz, macska? Oké. Várjátok egy pillanatra, csak megnézem, hogy mit csinál az állat. Hogy mit csinált. Oké. Itt van egy adag ruha, ami kifolyt ajzéből, a szekrényből. Na, ez már le van húgyozva. De jó. Te ne fogd meg, nem csak egy valakinek legyen olyan a keze. Kurva életben macska, bazd meg. Sziasztok! Azért szerintem azt az ajtót... Oké, én be kell most csukrom a szek... Valami más még sikerült, de nagyjából összegyűjtöttem, hogy mit sikerült lehugyoznia. Jó, bazd meg. Na mindegy. Ó, szevasz neked is, süti. Örülök, hogy itt is. Jaj, bassza meg. Na mindegy. Nem teljesen értem a macskának továbbra sem ezt a húgyozós őrületét. Olyan két hetente valamit. És nem jelölget meg ilyesmi, hát eleve ugye ki van miskárolva, hanem úgy konkrétan rommá húgyoz valamit, és egyszer nem értem, hogy ez mi. Megjöttem. Itt a mini. Bence meccsört iszik, remélem fingaszt is, mert akarom, hogy ja Istenem, de hogy kirántott hús és rizsa, így az van, az Magyarország államformája rántott hús. Szerintem Magyarország államformája a Népstadion, de same shit. Ki lehet robbantani a macskát a radiátor ágyból? Ki lehet, persze, de imádja, hál' Istennek. Csak könyvet fordította, nekem beletörne a bicskán, az fix. Szerencsére egy nagyon-nagyon-nagyon általam nagyon kedvelt zenekar történetéről fordítok könyvet. Megjelenéséről még nem tudok nyilatkozni, de tördelésre már január végén megy. Majd mondok róla többet, hogyha szabad, és éppen ezért nagyon, tehát tulajdonképpen jó munka. Cica átvette a streamet, hát Cica átvette az életünket. De ez van. Attól függ, mennyire nehéz a könyv, ha 2 kiló alatt van, akkor félkézés lefordítom, fölött azért már 2 kéz is kell fordításhoz. Az van egyébként, hogy alapvetően én ilyen második fordító vagyok, talán most kicsit több, mint lektor, mint a legutóbbi esetben a Freddie Mercury könyvnél, ugyanis arról van szó, hogy amerikai zenekarról szól a könyv, amelyik iszonyatosan durva, ilyen slanggel és ilyen amerikai szójátékokkal, meg ilyesmikkel tarkított szöveget produkáltak, és hát éppen ezért a fordítójuk az olyan nagyjából lefordította azt a szöveget, ami le van írva,
és gyakorlatilag én végigmegyek rajta, és majdnem, hogy lefordítom még egyszer, mert egyszerűen vannak olyan szójátékok, vannak olyan kifejezések, meg ilyesmi, ami nem az oxfordi nagyon. Engedem, mert a happy feldolgozást beállítottam csengőhangnak. Ó, te szegény! Az tényleg jó lett. Mert nem az úgy viccen kívül is, mert csinálsz egy csomó olyan hülyeséget itt streamen, ami tényleg nem csodálom, hogy nem a hivatalos BZ oldalra teszed föl, mondjuk. De ez például, azt mondom, hogy ez például elfogadható lenne azon a platformon is. És üdvözlet Minotaurnak is, aki gyakorlatilag nevesítve először van itt a cseten, és Franciaországban Gérard Bertrand Vörösbolt fogyaszt. Jó mondom? Nagyon nem tudok franciául, csak azt tudom, hogy ilyen van a vége mindig. Na mindegy, és addig jó, ameddig én nem húgyozom össze magam ennek köszönhetően. Várjál, és vörösbor után vöröset húgyozol? Jó, nem. Semmi. Ez csak egy... Ha minden jól megy. Egyébként ilyen nagyon vörös húsok után vörösebbet pisilsz. Tehát sötétebbet, az nem vörösebb. Hát jó, de ugye, hogyha sárgát elmozdítod egy ilyen sötétebb spektrumba, akkor az már ilyen narancssárgás-vöröses. Na. Ja, meg a izé után, várjál, mi az A Hotelhübe után. Hotelhübe, na mi a Hotelhübe? Kurva élet, elfelejtett. Cékla, ez a cékla után lehet irtózatosan vöröset húgyozni meg. Na, gyerekek, már is témánál vagyunk. Szia, magas Bence! Magas a vastartalma. Ja, menjünk tovább a húgyról, mert még tovább van ehhez. És hogy szia Vica, ő a First Hand Hero, az a Süti. Csak szia, hogy Süti. Meglegyen. Itt a Detti is, Matt Stream, mindenki itt van, aki lényeg. Lényeg, Vica, jó a hajad, így két szóba felkötve. Köszönöm, én is szerettem így hordani. Hordánia. Bzépestét mindenkinek, úristen, itt van Andi is, szia, dicsértessék. A te lelkeddel is, ómen. Szóval kaptál egy nyersfordítást és műfordítást csinálsz bele? Hát, sort of, igen. Viszont Dark Sophie-ként emelj az est fényét. Szeretek dark lenni. Én is szeretek dark lenni. Jaj már, de tényleg. Hordósajt mikor gurul? Szokásosan bármikor, a beszélgetés meg, után. Meg igen. Mert én nekem ma nem volt kedvem streamelni, de aztán mindjárt megjön a kedvem hozzá. Megjön a kedve, ha vár a kedre. Jó, ez viszont azért nem tetszik, mert neked van egy-két régi reklám, ami nem tetszik. Nekem minden régi reklám tetszik, kivéve az a kurva. Bemegyek. Nem, már szerintem zseniális, ugye, izével, vokóderrel. És az van, hogy megjön a kedve, a vár a kedve, ugyanennek a folytatása egyébként. Ja, akkor azt is utálom. Maradjunk annyiban, hogy ha vöröses, akkor menj dokihoz, ha csak sötét narancs, akkor csak így áll több folyadékot. Hát ott ez ilyen egyszerű a pisi. Nem gondoltam, hogy ez elhangzik ma este, az ilyen egyszerű a pisi. Jó, na, ma ilyen bűvésztrükkös videókat néztem, nem tudom miért, nektek kérdezett bűvészetek. Egyrészt Jóviska, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük a raidet, és mindenkit, akit hoztál veled együtt, nagyon-nagyon üdvözöllünk. Igen, tudok beszélni. Nem tudom, én annyira nem vagyok ilyen bűvészes dolog. És... Na jó, fölveszem a szemüveget, mert nem fogom látni, de Lackó 10091, üdvözlet és köszönjük a követést. Szóval neked van így kedvenc bűvészed? Én szeretem ezeket a bűvészes izéket. Az tény, persze. Ez... De nincs kedv... Várjál. De nekem volt. Ja, de az nem bűvész. Emese Tóth. Hello. Köszi. Én nagyon szerettem régen, de az nem bűvész, hanem ilyen... Illúzionista. Igen. És beszéltem, mit eszembe a neve, pedig voltam élő showján is, és van is tőle autogramom. Magyar vagy? Magyar. David Merlini. Jaj, de az ilyen izé volt, az ilyen kiállítási tárgy volt az a csávó, tehát hogy az ilyen műmájer volt. Én azt tök szerettem, és volt egyszer Esztergomba fellépni, és én elmentem arra az előadásra, kattant tőle autogramot a fizika füzetembe. Fizika füzetembe. És még mindig megvan az nekem őtőle. És tök jó volt, mert egy kényszerzubbonyból szabadult ki, és az összes csajszé, én is 16 éves voltam, azt bámulta, hogy az a láb között is be van csatolva, és hogy ahogy ott
így nagyon-nagyon-nagyon látszott a méretei. A fasza. A fasza, igen. Faszabaduló művész volt. És ide csaj azt tesz, hogy de meg van pakolva, ez, meg hogy hát engem is pakolhatna, meg mit tudom én, szóval, hogy ez nem 18-as pluszos műsor. Nem, ez nekem nem tetszik, jó? De ez... Na. Egy 16 éves lányként, amikor ott feszült a David Nerlini a színpadon, akkor mind mi azt néztük. Tudjátok, mennyi évvel ezelőtt voltam 16 éves? Inkább el sem mondom. Szerintem kettő, ahogy kinézel, de mindegy. Oh. David Nerlinit a magyar Houdiniként is emlegetik. Nekem van egy olyan ismerősöm, aki talán, hogyha néztétek a Hello Hungary Village-et, akkor ő ott volt vendég is, Kis Balázsnak hívják, ami ugye, hát hogy is mondjam, nem egy ilyen ultra művész név, az összesen David Merlini, meg Houdini, meg mellett, viszont, na ő csinálta azt basszus, tehát zseniális srác, meg egyébként is imádom, tehát tök jó fej, meg minden, és konkrétan azt csinálta, aminél emlékszem, hogy azért, hogy a valamelyik vendég konkrétan meg is őrült, hogy ezt hogy lehet csinálni. Volt egy százas szög, akkor te ott voltál? Igen, és köszönöm szépen Twitch Puzsér a követést. Szóval volt egy százas szög, amit szépen tik-tik-tik-tik-tik totálisan betolt az orrába. Igen. És tudjátok, hogy a durva? Az egy százas szög volt. Tehát azt ott direkt, tényleg megnéztük, megvizsgáltuk, ennyire közelről néztem, hogy csinálja. Az egy százas szög volt, amit föl kattintott az agyába, meg. És, ja tudom, ez egy Szirmai Greg volt, aki utána, hogy órát kellett nyugtatni, hogy easy, de, ott volt a fejem az állam! Ja, és ráadásul látta a Balázs, hogy ez egy teljesen hülyét kapott tőle a Greg, és odaadta neki a szöget emlékbe, és az így nézte, de az, ez fel volt az agyába! És, na, a csávó tényleg zseniális egyébként. Mi a véleményem arról, hogy ámen és ávumen? Ezt már múltkor beszéltük, igen. Szerintem hülyeség pont. Alapvetően hülyeség, ugye eleve az ámen nem ugye angolból jön, tehát semmi köze a menhez. Szia Lia, 195, köszi a követést. Szóval, hogy éppen ezért ez megint csak valami, amit valaki fölhozott, és marhaság, ennyi. Nem az ananász a lényeg, hanem fruktóz. Ja, biztos a... Jó, értem. Hello mindenki 29, hello, köszönjük a követést, is. Hello neked is, és akkor ezek szerint a 29-en vagy, tehát hello mindenki. És Edem tudja, minden kedden kedvezménnyel kedveskedik minden skála áruház. Yes. A műszi reklám az... A műszi az tök jó. A műszi reklám zseniális volt, igen. Az olyan, már dadaizmus, és ez zseniális. De egyébként figyelj, zseniális reklám volt, mert alapvetően ugye arról szólt, hogy bejön egy csávó. Igen. És azt mondja, hogy müfi, és ráadásul pöfe volt. Igen. És ennyi volt az egész. Igen. És kijött egy logó, meg egy cím. Igen. És éppen ezért ott egy ország találgatta, hogy az mi a jó édes picsa. Igen. Márpedig tisztelettel, akkor az egy jó reklám. Igen, Beszélnek róla az emberek. Persze. Valószínűleg még egyszer nem lehetett volna megcsinálni, de ez így jó. és szia mindenki. Lassan jutunk el, ugye, tehát... Mivel kb. Mindenről szeretünk beszélni, amit írtunk. És Sifu a mester, köszönjük szépen a követést. Ja, Rodolfo bűvész doboz. Az volt nekem is. Semmit nem tudtam. Jó, de az mindenkinek volt, nekem nem. Mert volt az óviban. De azatok szerettem játszani. Én tudtam a karikás trükköt. Ja, amikor így összeakad, meg szétjön. Igen, azt tudtam. Houdini is magyar, nem? Hát magyar származású volt, igen. Vejszerik, így van. Majd vonatszimulátor stream. Egyébként hát... van, tök jó régen játszottam azzal is. Menni kell állomásról. Jó, hát én még az első Railroad Tycoon-nal nőttem fel, ami meg tudod, ez az ilyen felső nézetes, tudod, ilyen építs pályát, és juss el, mit a New Yorktól, nem tudom, Bostonig, és akkor hogy mit vesznek Bostonba, akkor olyan kocsit rakja rá, meg ilyesmi, de ez meg ilyen doszos volt, ilyen iszonyatos felbontásban, és nagyon szerettem. Százas szög orbaver, és nem trükk, fizikailag megoldható, van róla egy videó, gondolod, linkelem. Nem feltétlenül fogom megnézni, de a népek edukálása révén, jó, ott is csak a szög volt százas, igen. Csillag születikben is volt ilyen produkció, azt nem láttam. Na, azt akkor majd megpróbálom én is. Én nekem,
Picike, azt mások is úgy csinálják, hogy ha már tudják, hogy hogy kell és hogy sikerül. Tehát, gyerekek, hogy ne próbáljátok ki otthon. Agyba fogod szögelni magad. szoftverkötvény volt, ugye? Nem, a Müszi az egy valami ilyen, tehát számítógépes, ilyen könyveléssel, meg ilyesmivel foglalkozó cég volt, ami ugye akkoriban iszonyatosan újdonság volt, és ugye ez igazából cégeknek szólt ez a reklám, hogy akkor lehet hozzájuk menni. Ablakos reklám, aminek igen, a jelmondata, mert ez műanyag. És azt tök szerettem. Meg a Se baj, jövünk. Úristen, Se baj, jövünk, csodálatos volt. Egyébként csinálhatunk ilyen régi reklám nézést, hogyha szerintem gondolod. Szerintem csak beszélgessünk róla, jó, de nézhetünk is, majd meglássuk. Nekünk a rendszerünk művel kell majd, hogy kezdődjön, és gondoltam rá, hogy műszi legyen. Ja igen, mert hát ugye gondolom akkor a Müncheni körzetben vagytok. Műszi, ez zseniális. Mondhatok valami elképesztőt? Persze, hogy mondjál, igen. Legalább kétféle Rodolfo bűvészdoboz volt, nekem a piros volt, meg fogal nem emlékszem, hogy milyen színű volt. Az a fekete volt? Azt mondom, hogy olyan volt az ilyen varázspálca, igen. Ilyen fekete közepe volt, a két vége fehér, igen. És üreges volt, igen, mert igen. Azzal is volt valami olyasmi, hogy elő lehetett valamit bele. Valami művirág volt benne, vagy mi? Hát így bele lehetett gyömöszölni, igen, de igen. Kb. Én mindig úgy csináltam, tudod, hogy ilyen, ugye így ilyen nagyon meg kell csattintani, igen. Kijöjjön bele. Én megcsattintottam, és így szoba második felé megjelent az egész, tud. Múltkor farmingot streameltem, mert vicces szereti a traktort, most lehet egy vonat. Vonat is jó, de vonat traktor jó, de a legjobb. Figyelj, bármi, ami ilyen mezőgazdasági eszköz, és minél régebbi, nagyobb és pirosabb. Igen, igen, mert az olyan cukik a traktorok, olyan kis, nagy és ilyen traktor. Igen, de amikor a csillag születikben volt ilyen, akkor születette valóban csillag, ez nagyon fontos. Ugye, hogy mindát vagyunk? Szóval, hogy kiírják, hogy csillag születik. Csúvas regál! Basszeg, micsoda név? Hát imádom. Üdv a csatornán. Nem szex, keksz. Győri szex. Nem, Győri keksz a szexek keksze, a kekszek szexe. Mi ez a reg? Volt ilyen? Jó, ezt ez gondolom, hogy nem akkor volt már. Hát biztos, de ez érdekes. De én ki sem tudnám mondani. Tehát Győri keksz a szexek keksze, a kekszek szexe. Jó, most kimondtam, de valószínűleg csak már nagyon koncentráltam. Ja, München az M, a mű az Mühldorf. Oké. Okay. De azt mondtam, mert passzol a munkámhoz is. Múlt ez a kérdés, sírásra is hullaszállító lettél? Az azért egy elég... Az egy elég súly szakma. Mennyire zúzza az meg az embert, ez tök kíváncsi vagyok. Dév szokta mondani, hogy gyönyörű vagy, mint egy új traktor. Az új traktor szép. Az új traktor nagyon szép, így van. Az új feliratkozás animáció az egyelőre jelentem nagyon-nagyon ideiglenes, amíg Szabival elkészülünk az új dizájnnal így a második évadra. Azt láttad, hogy hallottad, mert a... Ja igen, az Erikával szívassa ki, na az izé... Az is Urban Legend. Az Urban Legend, az nem volt. Téged nem visel meg, mármint a halott szállítás. Jó. Igen, ez jó kérdés. Van olyan, aki sírása és hulla szakmában, professzionális hulla vagyok, nem masszív alkoholista állandóan? Azért gondolom, sokkal könnyebb, mint élőket elásni. Ja Istenem, szeretem a csetet. Hozzá. Kicsit mindjárt jössz, jó? Megosztanám a linket, de sokkal durább dolgok is vannak, amelyet nem adom. Nem kell. Hordos sajt mikor kezd elgurulni? Hát szerintem most kezdtünk még csak beszélgetni, szóval szerintem egy óra múlva, vagy valami ilyesmi. Na, egyébként eltelt ugye az első full munkahét az évből. Szóval nagyon remélem, hogy mindenki bírta, aggyal, szívvel, lélekkel. Már akinek van munkája. És éppen azért kíváncsiak, hogy milyen volt a hétvége. Mocskák ölik egymást, vagy nem tudom, fura. Ja, egyet öli magát, értem. Hogy mit melózom? Hát mit nem, nagyon, tehát sok helyen. Ugye egyrészt a Computer Worldnek, tessék? Igen, köszönöm szépen. Computer Worldnek vagyok egyelőre az online főszerkesztője. Pizzavágóval akartam mini üveget nyitni. Figyelj, sikerült volna egy idő után. Aztán akkor van egy céges blog, aminek szintén egy nagyobb cégnek a blogja, elég nagynak, nagyon nagynak, amit csinálok.
meg mellette fordítok, PR cikkeket írok, meg ilyesmi. És mellesleg valami zenélés is van, de na mindegy. Meg Szabin voltunk, holnaptól jön az Iga. Ah. Igen, ezt én is láttam, a köszönöm 2021 a 7 napos próbaidőszakot, nem szeretném meghosszabbítani az előfizetést. Fene tudja, velem eddig egész jó dolgok történtek 2021-ben. Persze, hát ugye hatalmas változás azért nem volt az ehhez képest, az előző évhez képest, mert ugye nem egy dátumválasztó fogja ezt a dolgot megoldani. De hát az például látszik, hogy azért most már idén csak lesz vége ennek a, vagy legalábbis jóval enyhül ez a járványhelyzet. Ugye most már itt osztogatják a látó és vakcinákat. Macska tiszta, milyen aranyos. Most el van magába, ja. És igenis, nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, találtunk. Egyébként csak mutatnám, az megvan, hogy ezen is mi van. Hasztarat, ezt én nekem... Oh. Nem is láttad. Vettünk ugyanis most szájdereket. Hopsz, és... kicsikám. Úristen! Cicikéd ne legyen kint. Szóval ez itt éppen egy The Original Cloudy Cider, és tényleg, hogyha megnézitek, akkor ilyen nagyon ilyen opálos, és konkrétan van rajta egy ilyen, hogy hívják ezt úthenger. A úthenger, igen. A földnyomót akartam mondani, de mindegy. És ezt Mini most vette észre. Ezt Herefordshire-ban csinálták. És nagyon kíváncsi vagyok, nagyon szeretem a cidert. A tied az milyen és honnan jött? Pillanat, mindjárt megnézzük, csak öntsed. Piros. Az enyém. Fekete ribizlis. És... Goldkelchen. Ez akkor helyi? Ez a helyi, igen. Osztrákos. Méghozzá ez bécsi, sőt vengest hasz. Akkor az itt van Ezt is megmutatom azért. Ez az O6 mentén csináltak. Ja, ez az, erre. Goldkelchen. Így hívják az utcot. Na, akkor én is öntök ebből a cuccból, csak közben gyorsan Aj, na, azt a legjobb barátom 2C után megszakadt. 2C, mi az, hogy 2C? Utána megszakadt elég durván, jobban voltam most egy barátom, sajnálom. Igazán tudhatni, hogy olyan nincs, hogy valami nem sörnyító. Tény, de azért tudod, ha van egy csomó nem, sörnyító... Van egy csomó minden, ami nem sörnyító, hanem... Az is lehet sörnyító. Az mondjuk erős. Hát figyelj, 7,7 milliárd ember, biztos valaki ezt is kedveli. Amerikai új évada elég menő lett. Jó, ezt hagyjuk is, mert egyébként ami ott van, attól én teljesen szerintem az még ilyen, az még maradt 2020-ból. Ja. Azért még élnék pár évet, és ahhoz 2021-es kippelése nem vehető igénybe. Igen, egyébként én is most már, hogy így idén 47 fucking éves leszek. 40 fucking 7. És kit érdekel, hogyha... Ha testem, mint egy 46 éves, tudom. Meg nézzük azt, hogy milyen korú pár vagyunk, az átlag életkorunkat, és hogy már is mi egy hány éves pár? Hány éves? Ja, te azért vagy gyakorlatilag... Öreg. Hogy nem, tehát, hogy te azért vagy nekem, hogy lehúzd az átlagomat? Igen. Kurva jó, imádlak. Tök jó. Szóval az ezen majd... Meg, most ki akarom számolni, hány évesek vagyunk. Jó, ha most mit tudom én, hogy a 47-nek meg a 31-nek mi az átlaga, de azt gyanítom, hogy ugye a... Várjál, 47, 31, akkor az mennyi van a kettő között? 16, annak a fele 8, tehát akkor 39. 9. Átlag 39 évesek vagyunk, ennyike. Olyan kemény kérgésük enyerem, hogy a sörös évek puszta kézzel szedem le. Gratulálok. Cider kismadár, igen. Egészség, köszönjük szépen. Már vannak tesztkoncertek bizonyos országokban, van fény az alagút végén, remélem is, mert basszus. Fú, de igen, novemberben Mesuga, azon ott leszek. Hat törik, ha szakad. Szép estét, Finganisztánból. Azért, tehát elterjed ez nagyon, Bence, köszönjük, már ha érted az iróniát. Az ünnepek alatt megtanulom, hogy sörrel sört nyitni. Ja, úgy lehet, egyébként az nem olyan bonyi. Igen, ez csak már egy söröd marad. Hát, sörs csapás, szerintem. Én is 47 leszek, pacsi. Ha leszel! Na, oké. Okay. De baszki, nem akarsz 100 éve 46 éves lenni, ugye, hogy mennyivel jobb ez így. Jó, igazad van.
Autofókusz sokszor eldob titeket, azt amikor tudjuk. Hajolgattok, nem tudom fixálni. Várj, egyébként lehet, hogy tudom fixálni. Én nem tudom, én is néztem már, hogy az egy csomószor, hogy össze-vissza megy, aztán rájöttem, hogy nem értek hozzá. Azt hiszem, hogy ez, és autofókuszt, kilövöm az autofókuszt, és akkor most jó lesz. Na, egy, jó, így. Minike. Gyerekek, én is téged, Minike. Oké, okay, mentem a Győri Kekszes reklám ezért linket majd. Ezért. Bence. Bizonyos dolgokat nem húzunk túl, jó? Tehát... Ó, Edem! Nincs sör. Igyatok ti is, nem sör, de majdnem. Az a halálom egyébként, amikor ugye a cidert azt alma bornak nevezik, mert ugye ez olyan élesztős, mint az állat, és ugye alapvetően... Megkostom a tiédet. Megtem mindenképpen. Tehát ez gyakorlatilag az alma sör jobban illene rá. Nem tudom, hogy vagy vele, amilyen antiszociális vagyok, 2020 számomra a Kána áll legalábbis egyenesen felvéd itt, mikor azok a személyiségtelen emberek rényálnak folyton, akik csak társaságban tudnak csak érvényesülni, elnyomják a személyiségfejlődés kis foszlányát is a folyamatos hűlésükkel. Kb. Az ilyen embertípusoknál hallanik vissza a hírportálok véleményét szóról-szóra, amelyikből olvasták. Na most ebben annyi, hogy igen, mindig mondják az introvertáltaknak, hogy kicsit nyíljál meg, kicsit legyél hangosabb, mit tudom én. Azt várom, hogy mikor fogják az extrovertáltaknak azt mondani, hogy shut the up. Ez nagyon finom. Nagyon finom. Én meg ebben nem ittam bele. Igyál bele. Hogy melyik Rust szerveren játszom. Nagyon keveset játszom Rustot, mert azért... Ez milyen ízű egyébként? Hát ez normál. Ez normál. Ez kicsit ilyen... Ez 6-8-as, tehát ez az erősebb, mint a... Mint a tiéd, ez teljesen normál alma cider. Kolinszki. Tessék. Na, szóval... Vegán. Eleve nem, hát persze, hogy képzeld, nem húsból csinálják a cidert. Hát, ha csak be nem darálja mondjuk az ujját a cider készítő ember. Nem, hát úgy, hogy például van egy csomó, amit például bogaraknak a szárnyából kinyert pigmentekkel színeznek például, és az már az se vegán. Nekem ne színezzenek semmit. Optamumumain. Köszönöm szépen a követést, és milyen könnyen kimondható nevet választottál. De lehet, hogy ez a család neved, és akkor tök értem. És Robin Hood 00, üdvözöllek téged is. Szóval Rustot össze-vissza játszom, én eleve PV-et játszom, mert nem szeretem azt, amikor 12 éves ukrán meg orosz gyerekek brahiból szétlőnek. Kim's Fairy Tale neked is jó estét, meg köszi a követést. Szóval éppen én ott építeni szeretek, meg elég dolog van ott az éhezéstől a medvéig, ami egyébként is kinyír, szóval én random PV-el szervereken játszom, amit éppen találok. És általában nem magyaron. Amíg ki tudom nyitni egyedül a sört, és nem kell segítség a koránkeléshez, addig fiatal vagyok. Mini, neked kell segítség a koránkeléshez, bajban. Én soha nem voltam ezek szerint fiatal. Én Instagramon láttam, hogy jönnek új animated adások, köztük a Rocktörténelem Laci bácsival végre. Így van, és ezeket nagyon... Én nem vagyok egy nagy podcast hallgató, néző, de Iminek a cuccait, azokat általában a munka közben hallgatom, ami azért veszélyes, mert írom a cikket, elkezdem hallgatni Imit, és egy idő után így arra figyelek, hogy így ülök, és hallgatom Imit, és a cikk köz meg ott szódik meg. Pincebólin osztálytársán foggal is nyitott sört, a fogorvos ki tudta javítani a darabot, ami letölt a fogából. Van nagyon sok ilyen, ilyen én menő vagyok csávó, aki... Jó, ez viszont azt mondja, osztálytársa, tehát ez még Esztergom volt. Csak gondolkozok, melyik lehetett. Közben 75 perces vonatút indult Echmas csatornáján, jó utat hozzá. Király. Bíbor tetűvel szokták a vöröset. Látod? Tehát úgy vegán, hogy ilyen a nincs jó benne. Bíbor tetű íze, az hiányzik ebből a sárgából is. De jó a barátnő sminkje meg a haja. Hát na, a barátnőmé nagyon jó egyébként, a mennyasszonyomé is egész fasz. Ja, ugyanaz. Tudom. Szia, Pixel harcos neked is, szia. Ami nem öl meg az erősebbét, ez kijöjjön a medvét, mert az kurva megöl. So true, bár mondjuk én kétszer találkoztam idáig real life-ban medvével. Én egy csomószor az állat kedvemben. Hát jó, de úgy, hogy, tehát, hogy nem volt közöttünk túlzottan. Én medve lábnyommal találkoztam csak, és attól... és ott így integetett a medve lábnyom. Nem, én attól is féltem, mert az azt jelenti, hogy van medve, és én ott szartam magam össze, hogy hogy én nagyon félek az ilyesmitől. Hát akkor, jó,
mind a két esetben, mikor találkoztam Grizzlyvel, hát hogy is mondjam, nem maradt bőrszínű a lábam, ez tény, de meg vagyok. Mit értünk koránkelés alatt? Hát viccánál bármit, ami 11 előtt van kb. Jó, 10. De a 10-nél így ül egy ideig. Jó, 11-nél is. Mutatnám, ezt csinálja. És én mondok neki valamit, és látom, hogy nem megy át, és na, Mini, nem is úgy, és akkor azt mondja, Mária azt mondja. Most keltem. Igen. Nem tudsz úgy nézni, mert olyankor én viszont körülölem a tekintetemmel, hogy így nézek sajnos. Ja igen, ő matolcsizik egyébként. Igen, amíg álmos vagyok, addig még nem állnak a helyükre a szemeim. Egyébként írő töpe volt. Nem rátippelt. Lehet, hogy de. Üdvözlet. Igen. Nekem van egy csaj ismerősem, aki simán foggal nyitja a sört, 1 perc alatt 4 sör volt a rekordja, hát nincs is már foga. 2 perc kihagyással behoztam egy házi krémest, nekünk is van krémesünk, csak... Most te nem kívánom a krémest bézet, hogy megelted az enyémet is. Kérdezzétek, hogy milyen volt 2021 idáig? Egyre faszább. Van 2 krémesem. Egyébként amennyit itthon voltam, az alvászavarom pozitív hatásként jelenik meg, most nem túl késő, hanem korán alszom el, viszont hamar kelek. Nem, figyelj, az a lényeg, hogy eleget aludjál, meg jó minőségűt aludjál, tehát simán lehet egy 4-5 órás alvás is pihentető, hogyha az abban a tartományban van, ami tényleg pihentet. Meg nincsenek zavaró tényezők, tehát hogy oké, hogy elaludtál, de hogy közben nem horkol melletted valaki, vagy valami... Igen. Semmi, még a medvés sztori megy tovább, hogy én még ettem is medvét, elég fura volt. Én medvet kilonával találkoztam. Gyerekek, voltam vagy 3 éves, de lehet, hogy 4, és ez ugye 1977-ben vagy 78-ban volt, attól függően, hogy melyik igaz, és valamiért nem volt óvoda. Fogalm nincs miért, biztos itt egy kanyaró fertőzés volt az óvodában, és közölték, hogy nem lehet bemenni. És ugye kénytelen volt valamelyik szülőm bevinni magával dolgozni. És akkor azt mondta az én drága anyukám, hogy jó, akkor bemegyünk hozzám dolgozni, egyébként a Lampartba, kedves Lampert, a Lampart nevű cégnél dolgozott, akkor nem Lampart, tehát nem egy mindegy, hálózatrize. Mondd már! Nem! Az a dolgom, hogy beszéljek. De tartalma is legyen. Te olyan bézé, az, mint nekem mondja azt, hogy én sokat dumálok, és ő elkezd olyan, és tudod milyen vagy? Olyan, hogy ja, amikor anyukám mondta az anyukámnak a barátnőjéről, aki egyébként onnan meg innen lehet, és majd arról jut eszembe, hogy akkor egyszer voltunk uzsonnázni, nem tudom, hogy nyugd már ki, hogy miről, na, ide ezt egy kicsit, igen, nem esély. Nyilvánvalóan. Szóval, hogy akkor menjek be a izébe, menjek be vele a munkahelyre, és mondtam, hogy hát mit csinálok én ott, munkahely, és akkor azt mondta, hogy jaj, de ott vannak tök aranyos ottani dolgozók, például ott van a nagyon aranyos Mackó néni. Na most én 3/4 évesen, hát konkrétan ugye ilyen meséken nőttem föl, tudod, ezek az orosz mesék, amikor igen, ugye igen. Ilyen nagymama ruhában ott van a Mackó néni. Igen. Na most én konkrétan összefostam a bokáimat azzal, hogy basz meg, bemegyek, és ott lesz egy kibaszott medve a vizébe, nagymama ruhában, és így húztam, tudod, anyám így ment, a 150 centis anyám, én meg így húztam átra, hogy nem akarok Mackó néni, mert... és akkor utána így odajött egy nagyon aranyos, kedves öreg néni, mondta, hogy ő a Mackó néni, és én meg így néztem, hogy... Na, ennyi, de én nem beszélhetek, nem? De érted, nem ez a dolog. Nem. Meg gyors korban követem a munkásságod, időtől látni, hogy te is tolod a Twitch-et, maximális tisztelet. Egyrészt szerintem a Twitch az tehát tisztelet az... Mindegy, a gyors kor egyébként ugye hát most volt 5 éve basszus pár napja, hogy szegény Gyú föladta. Hiányzik is, mint a fene. Vicca lassan bútol, lassan, igen. Pudingos brownie. Olyat is kérek. Az jó volt. Igen, túlalvás is rossz. Te mit idézzél rám? Én mióta itthon vagyok, mert más formában van a suli. Átkalapálták, és most nem ház alakú, hanem... Na mindegy. Sokszor előfordul, hogy hajnali 5-kor alszom el, és 7-9-kor kezdik az online cucc. A szar. Igen, én is mindig így mesélek. Na, tessék! Nem tudok én csinálni! Akkor te is mesélhetsz. Na, ez az. Azért vagyunk itt, hogy beszéljen. Tessék! Gyanús lehetett volna, hogy Mackó nének hívták, és nem Mihajlovicsnak egyébként, igen. De akkor bocsánat, Mihajlovna, gondolom, ha néni. Lov.
Csak ova. Nem, a ova az a az, valakinek az a gyereke, és az ovna az ja. meg a felesége. De igen, én mondjuk tényleg. Ezektől mindig hülyét kaptam, amikor olyan nevek vannak, amikor például a valaki szon. Tehát, hogy akkor a ja, valakinek menő. A gyereke... Na jó, csak akkor nincs egy családnév, ami végigmegy, hanem akkor mondjuk az én gyerekem az Zoltán szon lesz, mondjuk mit tudom én, Józsi Zoltán szon, az ő gyereke az Péter Józsi szon, és akkor így, tehát hogy össze-vissza keveredik de az egész. De senki nem szarakodik azzal, hogy jaj, ki viszi tovább a család nevet. Jó, azt leszarom, de mondjuk közben meg a másik az meg az, a hogy érted. Dottir, igen, az ugyanaz a lányba. Igen, igen. Szerintem az okjok. Egyébként jó hangzik egyébként, mert teljesen. Mert jó hangzik, pontosan. Meg a névnek egyébként, tehát semmi jelentősége nincs, csak... Hát addig volt jelentősége, hogy megkülönböztessen ugyanolyan nevű embereket, és pont szerintem ez egy kicsit annyira nem oké, mert hogy most van, mit tudom én, Svenből 680 000 darab Svédországban, és mondjuk Björnből is. Na most akkor Sven Björnssonnak lesz egy Sven nevű fia, akkor az Björn Svensson, tehát hogy akkor egy ideig így váltják egymást, és még 870 embert hívnak ugyanígy. És? Jó, mondjuk Kovács is van, meg, igen, meg Horváth, igen, szóval. Meg de akkor is. Ajaj, Bence, nekem van egy tök jó sztorim. Én akkor egy kicsit így mindig ilyen rákészülök, hogy hol jön benne a fing. Nekem van egy, igen, Balatonfüreden nyaraltunk és elmentünk vásárolni, álltunk a pénztárnál, a lábunk mellett volt a szatyor sor, és ott egy csaj rányult az egyik szatyorra, gondolom, mondjuk apám, hogy te neked nem ismerős az a csaj, én mondom, hogy de kiderült, hogy Kéri Kitty nyúkált a szatyorért, nem tudom ki a Kéri Kitty. Kéri Kitty, nekem nem ismerős ez a név. Kári Kittyom, édes tyúkom. Nem, Kéri Kitty, valami... Azt a műsor végén szokták mondani, hogy izé, hogy szinkronrendező izé Miklós Miklós, és így van egy Kéri Kitty is, és nem tudom kicsoda. Vagy nem? Nem tudom. Nem tudom ki a Kéri Kitty, színésznő. Oké, én bocsánat, lemaradtam a Kéri Kittyra. Nekem volt egy Stojcsó Stojcsev kollégám. Én úgy tudom, hogy ez nagyjából hasonlóan működik egyébként, mint ez a szon dolog. Igen. Tehát azért vannak nagyon sokan így az orosz neveknél. Milyen bort fogyasztunk épp? Nem bort, hanem cidert. Én egy Old Rosie nevű angolt, és a Mini pedig egy Gold Kelchen nevű bécsit. És nem almabor, almasör. Máshogy csinálják. Kérik itt, igen, nem kérik itt, hanem lenyúlja. Oh, fuck. Ja, egyébként, fú, amikor még az volt a munkám egy régebbi, nagyon régi cégnél, hogy így egész Balkánon kellett így utazgatnom, és különböző ilyen kereskedelmi vezetőkkel beszélni, hogy nagyon izgalmas volt. Akkor volt Bulgáriában két számítástechnikai disztribútor cég, és az egyiknek úgy hívták a vezetőjét, hogy Stancsev, a másikét meg úgy, hogy Mancsev. És annyira vicces volt, hogy hát akkor megyek a Stancsev és Mancsev showba. Ez olyan, mint valami... Stan és Pan. Tényleg, nem is arra gondoltam, hanem el tudok képzelni valamilyen igazi ilyen szovjet mese, ami ilyen... Stancsev és Mancsev mennek az erdőben. Mint a Moha és Páfrány kb. Úgy képzelem el a Stancsev és Mancsev. Moha és Páfrány. Imádtam. De az meg volt, hogy három lábújuk volt, igen. És így mozgatták a lábújukat. Imádtam. Isten, valaki ívott már innen bacon szódát, előttek pusztulatosan mocsokfos. Hú, de rossz lehet, de lehet kapni a izébe, ahonnan szoktuk hozni azokat a szarokat. Ja, ez az amerikai boltba. Egy amerikai, és kettőt is, egy amerikai boltot, ahol lehet kapni az összes ilyen nagyon gel amerikai izébe. Igen, a ilyen... vaníliás, cukros, habcsókos kólát, meg amit igen, tudom, igen, tett, igen. Ami létezik. És ott láttam. Ha már Cider, Szlovákia környékén jártok, megint kóstoljátok meg a Siegelsberg Cidert, az az egyik legjobb. Kíváncsi vagyok, ugye itt is van egy kedvencünk, aminek most éppen elfejtettem a nevét, de mi az, amit csapolnak az ebben? A Stibitzer, igen. Stancsev Panza, igen. Na, Pavel Stancsev volt, fogalmam sincs, hogy milyen Stancsev volt. Idula, Idula, Magcsokar, ezt mondtam, Moha és Páfrány? Én nem eredetiben néztem, sajnos. Bizonyára még egy fokkal viccesebb volt, lett volna, igen, hogy azokat zmrözénáznak. Azért viszont eredetiben néztem a Nupagagyit. Nupagagyi zajacot, azt imádtam. De mondjuk abban nem is volt sok szöveg, ugye abban kb. Tényleg annyi volt, hogy ugye abban is... Annyi volt, hogy Nupagagyi. Nyifogott a nyúl, igen, és igen. Akkor azért mindig az a, hogy dohányzott, ugye, meg ivott. Ivott is gyors. Tehát ő volt a lumpen elem a farkas. Igen, igen. Tehát ez egy ilyen munkásosztály gyermekeit nevelő sorozat volt, hogy van a
a dolgozó, felelősségteljes, mit tudom én, tanuló nyúl, igen, igen, és akkor van a farkas, aki rossz útra akarja vinni tulajdonképpen. Igen, hát... Sose volt benne, hogy meg akarja enni igen, az például. Nem volt benne, de szerintem meg akarta enni egyébként. De legalábbis az, hogy utálta és meg akarta verni, mert ilyen kis tudálékos köcsög. El akarta kapni, tök mindegy, hogy miért. Hát meg minden, tehát hogy a nyuszika például sportolt, a farkas meg csak ivott és ilyen így lustálkodott, szóval... Hát meg ilyen iszonyatos kapa cigiket, tehát ilyen, tudod, és mindig ilyen Bruce Willis cigiket szívott, tudod, ami így meg volt hajolva, altiszta jó volt az a mese. És akkor tényleg az volt, hogy annyi, tehát nagyon nem volt szöveg benne, viszont amikor ugye a Nyuszi először túljárt az eszén, akkor mondta mindig, hogy no, zájec, pagadjé. És akkor ennyi. Eléggé konzervatív felfogásból eredhető a névidentitás megmaradása, mert a neveknek vannak múltjuk, van mihez tartozási viszonyítást felépíteni. Hú, ez egy kicsit érdekes mondatot, hogy azért vagyunk XY családnál jobbak, mert ez a nevünk. Ezt mondjuk utálom. Ezt én, Istenem, ez. Főleg az, hogy ugye, amikor, tehát van nekem olyan rokonom, aki mondta, hogy na de te Y-os bátki vagy, az nemes. És akkor vannak az isbátkik, és azok, érted? Mondom, de ez meg mit, mióta nincs ez a jobbágyság, meg ősiség törvénye, meg minden? Nekem könyve volt meg, és a ráknak énekeltek altatót visszafelé, aludj-aludj rákocskám. De szép. Ja, ez tök jó. Sandokan főcímde a szlovákul, Isten. Zseniális. Meg az miben volt a Munkácsi? Várjál. Az a a Gumimacik. Gumimacik főcímdal, gyerekek, beszartok. Kórházaváros célén sorozat, ős alap. Persze. Iszonyatosan szar volt egyébként, mint ahogy egyébként nagyjából az összes Cseszlák sorozatot, nem történt benne semmi. Tök jók voltak. Viszont akkoriban az volt. Hát a kedvencem tényleg a Nők a pult mögött című sorozat volt. Az marha jó. Ahol konkrétan annyi történt, hogy bementek a boltba, ahol egyébként érdekes módon minden volt, és tömöttek voltak a pultok. Szerintem mindenki ezért nézte, hogy Isten, hogy ilyen bolt lenne a környezet. És kb. Annyi volt, hogy a, nem tudom, 50 éves vrgnyicska azon aggódott, hogy jaj, lesz-e elég, mit tudom, párizsi estig. És így néztem, hogy de tényleg ezt? Tehát, hogy na mindegy. Én tök szeretem egyébként meg, én szoktam nézni régebb a Filmmúzeum, amíg volt az a csatorna, meg volt tévénk. Addig nekem a kedvenc adóm volt, mert azon volt egy ilyen, hogy na bazzeg, nem tűnt eszembe a műsornak a címe. Az volt a lényeg, hogy privát videókat, saját bármi nyaralás, akármiről lehetett beküldeni, így a 70-es, 60-as, vagy akármilyen. Igen. Olyanokat én is néztem, bevallom, de... Jaj, bézi. Viszont van A, nem látok el addig. Most így viszont másik képernyő már, igen. Abli, 1994, szia. Ja, igen, bocsánat, Abli 1990, köszönöm a követést. Szóval voltak, és csak semmi, annyi volt, hogy hogy balatoni nyaralós videók, vagy akármilyen autószerelés, tök mindegy, családi videók voltak, mentek végtelenül, és hogy egyébként ilyet nézni. Imádtam! Egyébként nagyon-nagyon szeretnék egy olyat csinálni majd a nagynémnémiknél. Van egy csomó még ilyen régi 8mm-es, ilyen normál filmszalagra fölvett cucc, amit még a néhai nagypapám csinált. És van egy csomó ilyen balatonszárszai, meg ilyesmi, ahol kis hülye Zolika, ilyen ekkora kis fink gyerek, ilyen ott szódik a Balatonban, és azokat egyszer valahogy be akarom digitalizálni, nem tudom, hogy de... Nekünk izék vannak videókazetták, amit még úgy lettek föl gyerekkoromból, hogy volt kamerája a nem tudom kinek, valakinek a faluban, vagy a két faluban közösen egy embernek volt egy kamerája, és azt ki kellett hívni házhoz, és ő csinált családi felvételt, képzeld el. És akkor van az, hogy a kertben, a felfújható medencében öcsémmel pancsolunk, meg ilyenek. Szóval jó, hát igen, ott felfújhatom. Volt felfújható medencénk. Burzsúj! Gyerekkoromban a Sky Channel, meg a Super Channel, de akkor volt egy gyerek. Néztem Centurions, meg Brave Star. Brave Star! A öcsémék nézték. Beszélt a ló. Meg igazi szellemírtókat. Ezeket nem Jesus. Látom. Hollóháti mesék? Hú, az nekem a címe ismerős, de most fogalmam nincs. Nekem Varjú Dombi van meg, ha arra gondolsz, akkor az megvan, és az rohadtul cringe volt. Az is. De Pat és Mat, Cseszlány zene, megkelek meg. Az a volt, a Két balkezesek néven futott, és kb. Az volt az egyetlen olyan zene, amit el tudtam játszani Herflin, mert valami halál egyszerű volt.
a nem kedveseknek, nem is köszönsz. Hello minden bunkónak! Heap Stroboy, üdvözlet a csatornán. Minimál techno zene állat mentak, ahol ezt nem értem, de majd korrigált ki. Igen, igen. Az volt, hogy ment valami ilyen zene. Ja, hogy minimál techno zene alatt igen, és mentek ilyen homidok. És ennyi volt a műsor, és ez annyira jó volt. Még a Filmmúzeumot imádtam, egyetlen nézhető csatorna volt a jelenlém szerint. Mostani digitális kamerával felveszed a falra vetített a régi szalagot, ezt kipróbáltam, és nagyon erdgy a végeredmény lett belőle. Valahogy csak be lehet digitalizálni. Hát, de hogy érted? Mire vetíted? Hogyan? Nem tudom, fura. De majd ezt tényleg meg akarom csinálni, mert ugye ezek romlanak is, tehát romlik a minőség, jön le róla a rögzítőanyag, tehát azért... azt mondja, hogy a min Herflin, az mi a rücskös tüdő. Rücskös tüdő, köszönöm szépen. Herfli a szájharmonika. Nem tudom, ki volt az ember, aki egy adóra két csatornát rakott úgy, hogy az egyik a nappali, ez kb. Este 11-ig gyerek műsor ment, utána plusz 18 reggelig. Nekem az a kedvenc adón volt, mármint azért, mert... Hallmarkon ment, azt hiszem a Hallmarkon ment a Private, hát vagy Blue, vagy Gold. Attól a Hallmarkon mire... a Blue ment, és de a Minimax után is valami volt, de az nem a Minifox. Nem, ott nem a Blue meg a Gold ment, hanem valami harmadik, egészen más, de ott is Poresz ment egyébként a mesék. A kettő közt volt egy kis szünet, meg hogy biztos, hogy semmelyik gyerek ne fusson bele egy... Phoenixbe. Igen, egy eltévedt faszba, ezért... Hol vagyok? ezért volt az elején ilyen nagyon soft, tehát hogy felöltözött lányok simogatták egymást, meg ilyenek, szóval az azzal indult. Ja, ezt mesélték, mert én soha nem néztem ilyesmit. Ja, hát... Azt mondja, hogy a Film Plus még a Proli HBO volt, és a MTV adta Happy Tree Friends-et 11-kor. Ezekre nem emlékszem, felháborító módon. Azért, hogy a Minimax után A Plus és Animax az is volt, de ott össze-vissza volt, tehát a Minimax után mindig más. Egy időben a Minimax után volt valami metálos, klippes izé is, tehát ott össze-vissza volt, és egy időben bizony porvonó volt ott. Azt mondja, igen, Bob és Bobek. Azt imádom, az olyan aranyos. És megvan, hogy az is ilyen protest mese volt, mert ugye végig, hát hogy dolgozni igen. indult el az egyik, talán a Bob, mit tudom, és a kisebb volt a Bobek, és akkor mindig ugye az volt a szöveg, hogy jaj, reggel van, megyünk dolgozni, igen. És kérdezte a másik, de miért? Mert a munka nem esít. És én néztem, hogy az mi? Tehát, hogy én is 4-5 éves voltam, és akkor néztem ezt, és nem esít a munka. Dolgozom, és majd nemes leszek, és akkor majd nem kell dolgoznom. Aj, te olyan hülye gyerek lehettél, mert nem úgy értem, hanem, hogy ilyenekben miért gondoltam? Gyerekek, stream után egy kicsit összeveszünk, de mindegy. Nem úgy értettem, hanem az, hogy nézted a mesét, és... Hogy miért gondolkoztam túl sokat? Ja, amúgy igen, ez lett volna a kérdés. Aj, hát, hogy csak nézem a mesét, és elmerülök a gyereklét mocskában? Uh-huh. Hát, pontosan. Ez van. Egér a Marson, bocsánat, ott is azon gondolkoztam, hogy a végén hazamente, mert ugye valahogy oda került a Marsra, ahol egyébként azok a fajta ilyen nyalókák nőttek ki a földből, ami ilyen sétapálca alakú. Néztem. Igen, de nem néztem. És ilyen csíkos. Az a karácsonyi ilyen. Igen, nyalókák. És akkor ugye mindig így nézte a földet. Jaj, vissza kéne oda menni, meg izé, és sose tudom, hogy visszamente végül. Biztos nem, visszament, nyugi. Füles mackó. Igen. Varázsceruza, ott szintén... Azt imádtam! Én nagyon akartam varázsceruzát, és ráadásul elég faszán rajzoltam, tehát úgy elgondoltam, hogy... Rajzolsz azért... magadnak barátnőt, vagy... Ki tudja, te honnan jöttél? Tényleg? És ott azt nem értettem viszont, hogy az ugye antológia volt, tehát nem egymásból következő részek voltak, és ugye jött a első rész, ahol odaadta neki a kismanó a varázsceruzát, megrajzolta a hajót, elment a szigetről juhé, és jött a következő rész jövő héten, amikor megint valami probléma volt, és meg kellett várni a kismanót, és mondtam, hogy ez meg. Hát ennek hát csomó dolga van. Múlt, de nem az, de hát, hogy bocsánat, múlt héten már kaptál varázsceruzát, akkor most vadd a fak. Varázsceruzát. Értem. Jamie és a csodalámpa volt, és gyerekek, azt nézzétek meg így, nézzetek meg egy epizódot belőle, fönn van YouTube-on. Konkrétan én nem tudom, hogy mit szívtak és szedtek azok, akik készítették,
de szerintem nem egy dolgot, hanem ott így kemikáliák vesztek össze az agyomban. Firewire kártyak és kábel, ha van a kamerán ilyen csatlakoz, akkor összekötöd a kamerát és a kártyát, onnan menj könnyedén. Ez konkrétan, tehát, 8, tehát nem videó 8-as, hanem ez az analóg filmszalag. Tehát ezt valószínűleg tényleg csak úgy tudom átvenni, hogy valamilyen nagyon labor körülmények között egy nem autofókuszos kamerával végigveszem. Azt mondja, hogy amikor gyerekként bekapcsoltam reggel anyámék tévéjét és Minimaxra nyílt, akkor viszonylag meg volt, mit néz a apám este. Egyébként én erre rájöttem, és azért mindig úgy kapcsoltam, hogy nekem volt saját tévém a szobámban, hogy amit a nagymamámtól örököltem, és ez az igazi nagy ilyen láda tévé volt, de mindegy, hogy nehogy a Minimax legyen az utolsó, hogy pont ilyen kellemetlenségeket elkerüljek, tehát ilyen csalás voltam. Ja, mert nem néztem gyerekkoromban a pornót, csak hogy ha esetleg oda kapcsoltam volna, akkor nem ott kapcsoltam ki. Néződött. Happy Tree Friends, persze teljesen egyértelmű, Happy Tree Friends az ős alap. Pimpát is imádtam, hogy elhagyta a foltjait a kutya, igen, hogyha egy nagyon szaladt, egy borzalmasan rossz olasz mese volt, egyébként az égvilágon sem értem, nem volt egy ilyen rohadtul lihegő, dagadt, ilyen lógófülű kutya, ilyen nagy, ilyen vöröses barna foltokkal, és egy nagyon szaladt, az egyetlen jó dolog volt benne, akkor lehagyta a foltjait. Ennyi. Ha így folytatjátok, akkor még streamben. Ja, hogy streambe veszünk össze, nem veszünk össze egyébként. Nem, de egyébként most nem akartam bóra. Igen, Edem, ugyanez! Exen félreértette a Bob és Bobeket, nem értette, hogy mit jelent, hogy a munka nem esik. Igen, az elején én is annak hallottam. Mert azt értem, annak van értelme, a nem esítnek meg nincs. Tényleg. De szerintem akkor tanulgat magyarul, az tök jó, az már mint, nem tudom minek, de... Szerintem az tök aranyos dolog. Nem az volt a baj, hogy gondolkodtál, hanem hogy túl gondoltad. Story of my life, 47 leszek lassan, és még mindig ez történik. Én mindjárt évek jó, megmondom magamnak egy másik ilyent, jó? Jó, dohányzó, mi? Dohányzó, nem. Állandóan dohányzó. Nem dohányzó. Hát hova mész? Pisilni. Nem. Kakilni. Nem. Dohányozni. Jó. Ó, gyerekek! Jó, Jamie és csodálom. Igen, Isten, elsüllyedt világokna az is. Egyébként ugye az egy, hát végül is egy ilyen proto anime volt valahol. Ugye az egy csomó anime elem meg volt abban. Cápoli és Cápeti, azt öcsémék nézték már, én így emlékszem, hogy volt neki ilyen főcímdala, aztán ennyi. Van még egy Kupárberg, azt kéred? Egy mi? Ja, egyébként egy kopárhegy, igen. Egyébként, ja. Ügyes vagy éppen? Nem, kinyitottam. Köszönöm szépen. Ez szintén egy... Ja nem, ez mi ez? Azt hiszem talán svéd. A svéd, igen. Svéd cider, kopárberg, azaz kopárhegy. De Andi úgyis mindjárt megmondja, mit jelent. Gondolom valami hegy. Ó, Detti meg tudod oldani, megveszik. Jó. Oké. A réten már ott állt a fa. Úristen, igen. Volt egy aranyos mese, csak nem emlékszem, a címére kis manók, vagy macik, vagy francia, milyen lények voltak, és ha jött a gonosz, akkor megidéztek ilyen bazi nagy bálványt, az életre kelt és happy end. Star Wars. Egyébként igen, ez evokok. Cristoforo, azt... Azt imádtam! Én ugye szintén nem néztem már, akkor én már bocsánat, nagy voltam, viszont öcsémék nézték, és akkor mindig én csak a hülyét kaptam, hogy azzal kezdődött a mindenféle bevezető zene, meg ilyesmi nélkül, elkezdett ordítani az állat, hogy Cristoforo, és ilyen kus. Hát pedig tök jó a Cristoforo, a zenéje is. 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal rajzfilm állatokat. Persze, izé volt, egy öreg oroszlán volt a Willy Fogg, és ráadásul ugye teljesen átírták értelemszerűen ugye az eredeti Verne Gyula regényt, és például voltak benne olyan szereplők, akik nem voltak az eredetben, mint Tikó és Rigodon, és abban volt a Fus Buli, futok, futok. Régi szép idők. Volt egyszer francia sorozatok, igen, a történelmit imádtam, a volt egyszer az... Egyszer volt, holnap volt egyszer az ember sorozat, és mindig volt egy ilyen szőrmók csávó, aki gyakorlatilag kizárólag saját... Volt a nagy darab, meg a gonoszok? Igen, volt mindig a kis genyó, igen, igen. Meg volt egy ilyen nagy darabja, ő, és ugye volt az a fehér szakállú csávó, aki konkrétan saját szakállába volt fölöltözve. Igen, igen. Az volt mindig az adott tudós, vagy nem is tudom, az okos ember.
Pracli falva lakói, az nekem kimaradt. Oglaf teljesen egyértelmű, igen. Mézga család egyértelmű. Pampalini Gálvölgyi szinkronnal szintén, az szerintem zseniális volt. Rigodon volt csak más néven, természetesen Passepartout volt ugye az eredeti regényben, de hát, na. Tikót meg utáltam, mert nagyon alacsony voltam, és mindenki kis Tikónak hívott, és utáltam. Ó, szegény. Mazsola és Tádé. Ja, hát az, na, az még az én koromban volt, igen. És, ja igen, hát Verne Gyula meg Mike Kára, igen. Hát, ja, meg gyakorlatilag ugye mindenkit magyarítottak. Amit nem értek például viszont máig, hogy az uralkodókat miért magyarítjuk még mindig. Tehát amikor az van, hogy Erzsébet királynő, meg Károly a trónörökös, meg minden, ez valami olyan szinten ilyen rosszul begyöpösödött gyakorlat, hogy, és főleg olyankor borzalmasan hülye hangzik, amikor valami magyarra egyértelműen nem átültethető név van, és na mindegy, talán megjött Barba Papa, az zseniális volt, viszont a Denver Dino jóban egy gyerekek megvan, hogy Viki Dál Gyula énekelte a magyar főcímet, és hamisan, iszonyat, macskafogó zenéje, jó, az eredeti macskafogó is zseniális, nem úgy, mint a második rész, kerüljétek el messzire. Mazsola és Tádén nőttem fel 4 éves koromig, született 2002, és honnan volt meg neked szülőktől? Jó, Erzsébet királynő és az ő makulátlan ánosza, igen. Minden uralkodó magyar. I see. Atomanti, ja igen. Értem, hogy hagyomány miatt fordítjuk az uralkodókat, csak ugye most már, tehát amikor még mondjuk egyfajta ilyen nagyon szétnőtt dinasztia volt, mert gondolom az megvan, hogy kb. Az első világháborút kirobbantó ellenfelekben is ugyanaz a dinasztia volt végül is. Tehát igazából a német császár és az orosz cár, az konkrétan ugyanúgy az angol dinasztiának a leszármazottja volt. De akkor még mondjuk nagyjából tényleg voltak ilyen nevek, hogy Károly meg János meg Ferenc, viszont azért mostanában már mit tudom én, van Kánua Mánua Hé császárnő is valahol, mit tudom én, Kelet-Timorban, fogalmam sincs, és akkor most azt is magyarítsuk le, vagy azt nem, mert az már nem tudom, nem fehér, vagy tehát hogy van. Kacsameséknek kiénekelte a főcímét, az meg a Varga Miklós volt. Ment a Duna TV, ja a Duna TV-n gondolom ilyen retro night volt. Szia Mobile, Silver Hawks, az nekem kimaradt. Süsű az zseniális volt, Megmester, hát egyébként a Megmester érdekes volt, hogy tulajdonképpen azon kellett nevetni, hogy valaki megpróbálja kitrükközni a többieket, és azt hazudja, hogy ő ért valamihez. Bolygó kapitánya, azt szinte már csak öcsémek néztek. Ja, egyébként igen, elektronikai kifejezéseknél is vannak dolgok, amiket nem szabad erőltetni magyarra. Én hülyét kapok attól, amikor valaki például a csipet leírja, úgyhogy csip, mint a kismadár. Tehát, hogy így nem tudom, fura. Azt mondja, hogy az ükük apám volt a tábornak a potyorek tábor. Tényleg? Király. Égigérő fű. Ja, hát az, igen, hát ugye voltak ezek az ifjúsági filmek. Azokat szerettem. Bokor György meg Adu Donald. Persze, és a Queenben is Merkur Alfred, vagy Higany Alfred, és és Május Balázs mi. Tehát Megmester utolsó részben kérdezett, hogy egy valami ezt tényleg ért. Igen, az utolsó részben egy valamit csinált, ami surprise sikerült, igen. Ja, a pompom zseniális. A pompommon én, hát ugye az akkoriban ment, amikor gyerek voltam, és én teljesen, hát ugye egy csomó mesében, meg rajzfilmben, ugye olyan lények vannak, sárkányoktól nem tudom mikig, amik nincsenek, de éppen azért elfogadott, hogy a mesékben ez real. És az, hogy az írója évtizedekkel később ismerte el, hogy igenis, ő azt írta meg, hogy a Picur nevű kislány csak ilyen magányos, meg nem tudom, ilyen kis szomorú, és ezért behalúzza magának a pompomot. Tehát, hogy az nem volt real, és az a mese része, hogy a pompomot ő csak elképzelte magának.
gyerekek, összedőlt bennem a gyerekkorom. Ugye? Flintstones a klasszikus romhányi szöveggel, igen, és az eredeti Flintstonesnak nem is volt ilyen vicces rímek beszedve a szöveget, tehát ott igazából a képi poénok mentek rá, hogy mondjuk a lemezjátszó úgy nézett ki, hogy egy ilyen hosszú csőrű madarat így ráhajtottak a lemezre, meg ilyesmi. Pompom igazából egy Fight Club előzetes. Ja, egyébként basszus, igen. Ez egyre jó dolog. Jaj. Szerintem még mindig jobb a magyarítás, mint a helyes írás szabályt alkalmaznak. Ilyen szempontból mondjuk a brit királyi családnál annyira nem gáz, de pár nyelvnél elég ocsmányul néz ki leírva. Jó, én azért remélem, hogy ez majd egyszer megváltozik. Nem az életem traumája persze, de... A romhányi nyomán elvileg külföldön streamszöveg volt. Az történt, hogy valahonnan megneszelték, nem tudom, hogy ebből mennyi az Urban Legend, de hogy valahonnan megtudták a Hanna-Barberánál, hogy a magyar szöveg fasza. Sajnos Urban Legend. De az a része viszont tény, hogy újra szövegezték az egészet Amerikában is, és a mostanában vetített verzió az már nem az eredeti szöveg. Igen. Amiért reflektizott, hogy egy file. Igen, file. Pedig a magyar helyesírás szerint az file. Kapja be a magyar helyesírás. Nylont is, az úgy kell legyen, egy nylon. Azt én még nylonnak tanultam, és még kell, ott ül egy adag ember, basszus az MTA-ba, és azt mondják, hogy eddig minden így volt, de most változtassunk meg valamit, mert csak. Azért, mert ők is felveszik a fizetésüket, és arra gondolnak, hogy azért dolgozni is kéne, és akkor kitárnak ilyen hülyeséget. Értem, de például, tehát pont basszus valamelyik nap, fordítottam ezt a könyvet, és az észszerűnél teljesen megakadtam, hogy ugye ott két darab szimpla ez volt egymás után, és tényleg 57-szer meg kellett néznem, hogy ez most tényleg így van-e, és sajnos 2015 óta az észszerű az így van leírva, és ezek után nagyon vicces volt, az egyik cimborám leírta, hogy faszopó, és viszont hosszú eszel, és akkor írtam, hogy igen, köszönjük, de írd le helyesen, mert most már nem így kell. Pontosan. Titokzatos aranyváros. Ott egy szürke cica. Az teljesen lehetséges, hiszen itt lakik. Bubuka, babukám. Gyere, picim, annyira imádom a hangjukat. Gyere. De mi van? Mit akarsz? Fejezd ki magad érthetően. Azt, hogy legyen vele foglalkozva. De gyere, akkor legyen vele foglalkozva. Ez mennyire szép. Gyere, te disznófül. Kicsi baba. Te hülye vagy? Mutassuk meg őt, nézd. Kedves emberek, ő Megatron. Olyan édes. Megatron. Megyek. Itt megyek. Hello. Mit isztok? Én is? Én, cica? Várja, érdekes. Nem érdekes. Édes kicsi babám. Ja. Igen, Megike arc. Csak most nagy szeretésvágy van, vagy csinálásvágy. Hát de ugye ő úgy gondolja, hogy te bizonyára ugyanaz, tehát mivel te egy nagy macska vagy az ő szemében, meg én is, meg neki, éppen ezért ugye... Bizonyára, ha ő szórakozni vágyik, akkor mi is úgy akarunk szórakozni, tehát menjünk utána, szökeljünk, rohangásszunk és dolgok. Elsősorban a macskákért járunk ide, vicce és bézé társasága, csak üdítő bónusz, köszönjük. Meg is értem. Egyébként, ja. Macska farok content. Hát látod, és mit nézem már megint, fiam, az interneten? Nagy farkat. Minden farok. Jó, én a Modern Talking Metal miatt, hát igen, az bocs. Király lett. Macska fogó zenéje önállóan és megállja a helyét, nem is kicsit, fantasztikusan elkészítették. Egy korábbi hollywoodi alkategóriás akciófilm, és simán megállta volna a helyét. Na most ugye az a dal, amit a patkányok énekelnek, az ugye egy eredeti, tehát ugye az nem is a Macska fogónak csinálták, hanem az konkrétan egy létező swing dal, amit behúztak a filmbe, és értelemszerűen átírták a szöveget.
macska az előbb nem nyávogott, hanem kiadta a parancsot. Tény, de azért igyekszünk küzdeni ellene. Nem vagyok cicás, de nagyszülőnél most nagyon cuki két tesó van, az egyik egyszínű fekete, a másik szürke. Meg is kapták a korom és hamu nevet. Az egyik cimborámnak egy teljesen tök fekete macskája van Szegeden, és úgy hívják, hogy Hópjáhely. Szóval ennyit erről. Egyébként hamarosan elvihető 4 cicánk, ha valaki a közelben lakik. Mi a közel? Mi a te laksz Németországban. Most talán keverek mindent, én sem tudom, hogy hol lakom én, de Pici, minden esetre... Gyere ide akkor, hát te tényleg azt akarja, hogy szeretgessék, de nem így fölvéve. Nem, hanem menjél le, és meg menjél utána, és szeretgess. Miközben ő megy, te így négy kézlebb menjél utána, és úgy simogasd. Nézd meg. Jó, te kóra! Édeske. Már doromból. Édeske. Kis kaka. Sziasztok, csetek! Hello! Nézd meg ezt a lógást. Hát ez ilyen. Aludni is így szokott, hogy ilyen föl van a cicafán, és így lóg a feje. Ilyen, olyan ez. Mi van, te kakagyár? Ja, és ő a, tehát ugye ő a kislány, és ennek ellenére ő szarik akkorákat, mint egy kisebb hegy. És nagyon büdös. Tehát igazából... Mert azért a Megike után rögtön ki kell vinni a macskaszart, mert olyan szaga van, ez nem igaz. Princi után is rögtön kivisszük a macskaszart, egyébként csak ne bűzölögjön a lakás. De az még így elviselhető, mert a kaki szaga van, a Megikéjének, meg valami, én nem tudom, tehát trágyagyár, szegénykém. Ha lesz macskánk, az enyémek lábjegyzetnek fogják hívni, zseniális. Az tök jó. Jó, mondjuk nekem így viszonylag hülye nevű macskáim voltak. Ugye a leghülyébb nevű macskám az nemrég halt meg szegény, tíz évesen szegénykém az exemnél. Valami ilyen hirtelen előjött betegsége volt, minden esetre őt úgy hívták, hogy doktor Nyomárkai Ottokár, de mivel lány volt éppen, ezért Nyomárka. Igen, igen, nekem meg az én cicám, aki egyébként Magyarországon lakik anyáméknál, Igornak hívják, arra nem hallgat, hanem arra, hogy cica, pedig a teljes neve az Igor Alexejevics Vasiljev. Jó, de Igor nem olyan nagyon-nagyon okos. De már hallgat az Igorra is egyébként. Én nem hát így 17 évesen? 16 éves, és valami 8 éves volt, amikor először hallgatott az Igorra, tehát megtanulta végül. Megike hallgat a Megire, Primcike, ő cica. Szóval igazából a Primcicára hallgat, mert benne van a cica. Igor, hogy van? Igor egyébként tök jól van, ugye ő Anna Völgyön maradt vicca anyukájánál, egyszerűen azért, mert már ott, öreg ott volt ahhoz, hogy áthozzuk. Tehát meg buta, tehát ő nem értette volna azt, hogy most... Például nincs kert. Egyrészt, igen, meg ő, tehát ő a szokások rabja, neki megvannak a kis helyei, kis szokásai, és az, hogyha, tehát amikor én Bécsbe költöztem, akkor hány éves lehetett? 10, és igen, 6 éve lakom itt. És akkor már ahhoz idős volt, hogy most egy teljes ilyen életmódváltás legyen, úgyhogy ő Magyarországon lakik szegényként. Hát meg ugye, amikor Bécsbe költöztél, akkor az első, mint a három végében, éved, az... végében laktam, a társbérletben, ő buta, hiszen a sakkozunk 6-ból 4-szer simán megverem. Igen, egyébként. Átlagosan hány évig élnek? Ugye azt mondják, hogy egy házi macska az általában olyan 15-18 évig elél, hogyha így jól tartják, igen, meg kezelve van, meg minden. Hát a street fighterek azok is általában inkább azért nem élnek meg annyit, mert ötik az autó, vagy fertőzés, vagy valami ilyesmi. Vagy ilyesmi, hogy a téli hidegben megfáznak, tehát nem természetes halállal pusztulnak el a street cicák sajnos. Na most az első saját macskám, tehát amelyik úgy volt saját, hogy már felnőtt koromban került hozzám, ő 18 évesen halt meg. Ő egy Sába nevű gyönyörű fekete abesszin cica volt. Aztán ugye lehet hallani ilyen 20-30 éves macskákról is, de azok ilyen... Igen, és egy matek tanáromnak, hogy 27 éves, az gyönyörű. Az gyönyörű, viszont hát az is tény, hogy tehát ők tényleg olyanok, mint mondjuk embernél az ilyen 100 év fölöttiek. Igen, tehát, igen, hogy tiszteletre méltó a kor, meg minden, de az látszik, hogy azok már igazából ilyen... Azért... Nem, egyébként például ott van az Igor, aki ugye 16 éves, és egyszerűen nem látszik rajta kívülről se,
Tehát, hogy ránézel, és még nincs ez a csapzott bundája, vagy mondjuk szürke hályog, ami például... Hát de sőt, egyébként ugye úgy is néz, tehát azt szoktuk mondani, hogy az Igor túl buta ahhoz, hogy észrevegye azt, hogy megöregedett. Igen, igen. Tehát ilyen, még mindig az egy gyermeki rácsodálkozás van a világon, és ugye a szokásos, tehát akkor leszek én Igor. És akkor tegyek, Igor, cica, cica. Igen, Igor, itt vagyok, itt vagyok. De mindig is itt voltál? Igen, és tényleg ilyen Igor, nagyon édes, nagyon bamba. Igoron néha azt se látszik, hogy macska. Na igen, szóval ő még mindig játszik, meg szaladgál, meg minden, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon édes, nagyon remélem, hogy ő nagyon sokáig fog még élni. És most lett neki, ezért, ő mindig is egyedüli macska volt, igen. Tehát ugye ő nem tűrt meg más macskát a környéken. És kellett neki, és mert én, ő egyedül volt. És igen, és az én kedvenc anyósom, az konkrétan most, hát ő az a típus egyébként anyósom, aki ugye a kertben Anna völgy összes macskát, sőt Anna völgy a megye összes macskáját eteti. Amelyik macska arra jár, az meg van etetve. És éppen ezért ott ragad a kertben és környékén. Tehát... Oda szül. És igen. Akkor a, jaj, babák, és akkor a babák is meg vannak etetve, és úgyhogy macska kolóniák vannak nálunk, és ez tök jó, imádom. Igen, és onnan ő bevette az egyiket, azért, mert hogy majd a Vita öccsének lesz ő a macskája, aki egyébként ugye szintén nem Magyarországon él, tehát majd neki kb. Akkor lehet eljuttatni, amikor végre lehet utazni. Mi ez a zaj a háttérben? Ez a csodálatos kazánunk, bojlerünk. Iszonyatosan öreg bojler, és a főbérlő nem akarja kicseréltetni, hanem mindig inkább meg kell javítatni. A legutóbbi javításnál annyi történt, hogy hangosabb lett, mint eddig. Na és szóval az a lényeg, hogy, ez, hogy most egy, hát körülbelül annyi, egy picit fiatalabb lehet az új macska, aki, Jézusom, hogy hívják az új macskát? Anton, igen. Igor és Anton, valamiért oroszmánia van. És talán most lehet olyan egy éves környéke az a kis cica. Igen. És őt ugye azért vitte be kedvenc anyósom, hogy szokja a bentlétet, meg ugye eleve már ne kapjon el mondjuk fertőzést kint, meg ilyesmi. És hát azért állítólag nagyon nehezen. Azért, mert az Igornak vannak határai, úgymond. Tehát ugye ott volt az öreg Igor, meg az a kis cica, és kis cica ment játszani, hogy Igor, játszunk Igor, meg így. Igen. De most már így tiszteletben van tartva az Igorka, és például együtt esznek, meg alszanak, úgyhogy nagyon-nagyon megbarátkoztak. Edem, máig hálás azért, hogy anyukád volt az ófőnéni. Jaj. Én is egyébként nagyon-nagyon szerettem azt az osztályt. Mondjuk emlékszem, amikor Edemék így hozzánk kértek, ugye anyám az olyan osztályfőnök volt, meg most is, hogy nem csak a főnöni, hanem szervez az osztálynak kirándulást, bográcsozást, azt nálunk. Na jó, hát ő ilyen tyúkanyó. Ilyen tyúkanyó, igen. Megjött a másik fia gyerek is. És így mindig én is ott voltam, csak hát én ott... Hát, szia. A tanárnő kislánya. Optimus fővezér, azaz Prim, hölgyeim és uraim. És én azt én tök szerettem, szia, tehát amikor kakogye. Így jöttek a... gyerekek szerenádozni, meg bográcsolni, meg mit tudom én, úgyhogy az jó volt. Kakagyáros, gyere ide, nézd, így ide. Ő viszont bébi, ő baba, Optimus főezőr, ő babuka, és őt föl kell venni. Poing. Amikor ő akarja. Megvan a labdája. Ja, megvan a labdája. Hogy kutya nem volt állásnál sosem, csak macska. Nálunk van kutya, Csubakka. Csubakka kisebb, mint Igor. De egy évvel idősebb. És hát de nem úgy, hanem kisebb. Tehát de úgy kisebb, hogy méretre, fizikálisan kisebb. Milyen ilyen törpe. Nem törpe, sicu. A törpe. Tehát, hogy... az eleve törpe, tehát nem törpe valami, hanem ennek a fajtának ekkorák a méretei. És elfelejtettem. Na mindegy, viszont rajta már látszik, hogy öreg, tehát szegénykém, hát... csípőficamos, gerincferdüléses, szürkehályogos, és szegényként most már rákos is, de még tiszta boldog, szóval kap fájdalomcsillapítót meg minden, és ezzel úgy tök jól el van. És nem, így, hogyha kapja a gyógyszereit,
így ugyanolyan kiskutya, mint eddig volt, és így, ha hazaérek, akkor Úristen, itt van a gazdi, és így tiszta. És próbál így jönni, és szétcsúsznak a lábai, meg minden. Szétcsúsznak már a lábai, Csubak, mint egy fóka, hogy így az első lábaival húzza magát, és a hátsó lábai azok gyakorlatilag ilyen, hát vannak, és szét, ilyen széjjel vannak, és olyan... És spárgába szétmegy a lába, és így próbál oda jönni, de nagyon-nagyon édes, hogy az a lényeg nekem addig, tehát boldog legyen, és így, hogy gyógyszer kap, így fájdalom is nincsenek, úgyhogy így most nem... Hát majd egyszer valószínűleg pont az lesz, hogy tehát arra sajnos tényleg így készülni kell lélekben, hogy ő mondjuk szerintem így egy éven belül meg fog förmedni, de ő boldog, tehát tényleg az van, hogy a boldog kutyika, annak ellenére, hogy millió baja van, valamiért fölülírja benne ez ilyen gyermeki lelkesedés. Igen. Úgyhogy őt is nagyon szeretem, egyébként nagyon büdös. Ja, úristen, Jézusom, annyira penetra az a kutya. Azért meg kiskutya, ugye, és a kiskutyáknak van egy macska háttérre, nem tudom, mit csinál. Hát ugye ez a bűzmirigyes kutya, tudod, és akkor tehát az van, hogy ja, és ő folyamatosan nyalja, harapja akármi a seggét, tehát magyarul konkrétan a segge is büdös, a szája is büdös, és akkor tudod, amikor ilyen hazamegyünk, és ilyen családi ebéd. Igen. És akkor szépen mindent kikészít, kigőzölök, meg és akkor oda totjan a kellős közepébe a Csubi, és így... És így itt vagyok veletek, én is jövök. Eltorzul az arcon. Családi ebéd, és akkor oda... Mondjuk nem tudom elképzelni, hogy vicca anyukája környéken állat boldogtalan lehetne. Ez így van. Tehát komolyan érdemes lenne megnézni azt, hogy... Anyám olyan, mint egy Disney hercegnő egyébként tényleg ebből a szempontból. Igen, hogy... kiül, és így rászállnak a madarak, igen, meg mit tudom én. De egyébként tényleg, mert ő minden télen ki van rakva, a madáretető kis izé. Szerintem ő minden télen ki van rakva. Anyám is minden télen ki van rakva. Cicák, madarak, nekünk régen volt teknősünk, nyulunk, kutya mindig volt. Hát de már egy nyulatok, az valahogy úgy volt, hogy levittetek a pincébe, és egyszer csak lett belőle 20, vagy nem, mit. Nem, nem a pincébe tehát, volt, a pincében nem volt nyúl, hanem volt nekünk, ahol most lesz az régen az eredetileg az nyúlól, és ott nekünk volt kedvencnek tartva nyúl, és viszont egy fiú, egy lány, és hát... Igen, közben. Ezért Prim a magaslatból nézi, megint ott nyomul hátul. Szerintem mindjárt lesz ráugrás, és murmány! Ezt mondja, ez a kedvencem, gyerekek, ősi magyar szót alkotott a macska, és amikor megőrülnek, és kerekítik egymást, akkor Prim azt mondja, hogy murmány! Igen, tényleg ezt mondja egyébként, murmány! A murmány tökéletes szó. Murmánykodnak. Ja, úgyhogy nálunk tényleg mindenféle kis állat mindig is volt, és amelyik állat éhezik a környéken, azt anya befogadja. Azt mondja, hogy világ legaranyosabb kutyafajta, a szamoyéd, hófehér és állandó mosoly van az arcán. Mondjuk én mindig azt nézem a szamoyéd kutyákon, hogy nem sül meg. Tehát a szamoyéd is ugye ilyen iszonyatosan tömött bundájú cucc. Mondjuk én, bocsánat, személy szerint egyrészt ugye hát macskás, tehát macska over kutya, az egyértelmű, de nagyon szeretem a kutyákat is. Apámnak ugye sokáig labradorja volt, és... amit én nagyon szeretek, az a kutya formájú és kutya méretű kutya. Tehát mondjuk minimum legyen farkaskutya, de a kedvenceim továbbra is a dándogok. Tehát a dándog, amelyik így szépen így ráteszi a kezét a válladra, és így a szemedbe néz, az kutya. Csak mondjuk hát... Én is szeretem ezeket a baromi nagy kutyákat, soha az életben nem fogunk annyit keresni, hogy minden nap rendesen megetessünk egy dándogot. Mert ha annyit fogunk keresni, akkor a dándog helyett veszünk mondjuk 4 Maine Coont. Ismerős a macskája kiskorában rettentő büdöseket fingott, hello Bence. Egyszer társasoztuk náluk, és egy ponton mindenki elfintolod, ugyanis Guybrush a macska. Guybrushnak hívták a macskát! Szeretem! Az asztalat nehezményezte, hogy nem vele foglalkozunk. Jó. Édesem. Ezek, amik kicsik voltak, addig eresztettek olyan májkrém szagú mizét, hogy oda jöttek így közénk. Meg májkrém szagú, a primcike az egész normális, de a Megike már akkor is. Tehát, hogy a Megike az oda csernobilozott, olyan ilyen tudod, hogy lekókadnak a szobanövények. Nagyon-nagyon durva volt Megike. És tényleg az, hogy így ketten ott fekszünk, oda jön, mosolyogva, elkezdik simogatni, és ráadásul ugye ez az alattomos, tehát annak nincs jele, meg nem, nincs hangja. Semmi, csak egyszer csak így... Így bejön, tehát ha színe lenne, akkor az az ilyen sárgás-zöld lenne, ami a filmekben a Poison. Igen. Ja igen, egyébként
macska nagyobb, mint kutya, change my mind, nem change-elem, így van. A tömött bundával az a trükk, hogy nem melegen tart, hanem szigetel, tehát melegben hűvösen tart, lásd meg az alföldi pásztorok szőrme kabátját, amit sátorként használnak. Beza. Jó. És a szőr levegőt fog be, és a levegő szigetel, ezért vannak lyukok a téglában is. Mert szőrös? Oké. Okay. Játszunk ezért? Egyébként... Játékot? Mennyi telt el a streamből? Itt látod, hogy 1 óra 23 akkor perc. Akkor most már jött a játék, és már valaki már az elején kérdezte, hogy játszunk. Igen, beszőr. Én ennyivel szoktam egyébként elintézni, amikor a bézi hülyeséget kérdezik. Igen, azért. Szeretlek. Kalózok Barkovának szőrös? Nem, akkor rum. Igen, ez még akkoriban állta meg a helyét, amikor ugye a nők az NDK dizájnt követték, és körülbelül annyira púposodott ki nekik is a fürdőgatyájuk, mint a férfiaknak, de ezt talán hagyjuk is. Az ilyen veszti lány kutyán másfél éves és rohadt tojást szellent. Igen. Jó, hát mindenkinek megvan ugye a saját, hogy is mondjam, szagmixtúrája. Nem, ne kezdjél mesélni, vagy felelem nyugodtan. Én nem szégyellek semmit. Na hát, én alapvetően hogy mondják ezt, tehát ez a túlklórozott úszómedence vagyok. Tehát, csak megérkeztünk a Finkhoz. Igen, Bence, szia! Tehát nálunk igazából tök könnyű kideríteni, hogy ki volt. Fingot, igen. Mert alapvetően, ha úszómedence, akkor én, hogyha ez az iszonyatos meghalunk mind, akkor az a mini. Hapcizol. Fuck! Meghoztam a laptopot, szokásos dizázs. Ziza, szóval két rövid vagy egy hosszú, más lesz, hogy rövidön benne lennék, de egy hosszút nem biztos, hogy végig tudnék ülni. Legyen rövidebb egyébként, csináljunk, hogy úgy, többen tudjanak játszani, igen. Meg hogy ne unjuk meg. Akkor először is, ugye által megyek én a Tiszán, Ladikon, de Ladikon. I would cross the river Tisza on a boat, but on a boat. Scriblio. Igen, és akkor private room. Meghallgatjuk a szokásos reklámot. WoW Classic, igen, jó, játsszál WoW Classicot. De a WoW Classicban mióta van panda? Jobban, mint szerintem mindig is volt. Nem, a Classicban, hogy lett volna? Azt mondja, de a lányok soha nem csak csillámponiszagút köhintenek. Igen. Van, ami más, van más is, hogy a fingjában érzi, amit evett. Ne, hát ez egy normális dolog. Szóval akkor csináljunk egy három köröset, jó? És aztán akkor utána, hogyha valaki még úgy érzi, akkor simán lehet nem használni Adblockert 2021-ben. Bocsánat, én azért nem használok Adblockert, mert többek között én olyan weboldalakon dolgozom, amik a hirdetésből élnek. Tehát tökéletesen tudom azt, hogy ez a bevétele azoknak, akik csinálják ezt a szolgáltatást, ezért nem kell fizetni érte. Tehát bocsánat, az a minimum, hogy hagyom a hirdetést fönn, legfeljebb nem kattintok rá. Ennyire egyszerű. Milyen rendes ez a BZ? Tényleg, ez sem irónia nem volt. Igen, na örülök neki. Na én is bemegyek a játékba, hogy ne maradjak le, mint egyszer. Play. Szerbusz Mini. Persze, tehát az is tényleg túl agresszív a hirdetés, és egyes oldalak olyanok, mint egy karácsonyfa, amit én is nagyon utálok. Ánuszvarázsló. Ki az ánuszvarázsló? Nyilatkozzatok. Hát, Istenem, gyerekek. Gyanítom, hogy a ritmus miatt, de BZ a zenész. Mármint milyen ritmus miatt, de... Nem tudom, de... Kuber az ánuszvarázsló, örülünk, mert ez egy rohadt jó név egyébként. Még hárman beférnek. Bezony. Tehát gyertek ide bele neki, nem nehéz. Kedves nézők, igen, ez nagyon fontos, ha tudjátok a megoldást, ne írjátok be ide a chatbe, a játékosok saját kútfőből nyerjenek, a kreténségek viszont jöhetnek gőzerővel. Így van. Macskák a háttérben. Nézd meg. Még ketten beférnek, a macskák megőrültek, de semmi gond. Erre nem akarok Nightbot kommandot írni, de egyébként akarok igazából. Ja. Ezt mindig te bemondod, de csak azután, hogy egyébként Adam kiírja. Tehát tiszta... Adam egyfajta társműsorvezető ebben a dologban. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy ennyi terhet lehetnél a válláról, hogy a Nightbotnak ennyit beírsz. Na még egy valaki, sötés itt van. Hello!
És akkor még egy valaki fér még be. Igen, ez viccesen hangzott, igen, hogy itt van Ánusz varázsló, hárman még beférnek. És pont erre gondoltam, de inkább gondoltam, nem mondom, mert hát csak nekem lehet ilyen mocskos fantáziám, ti biztos nem gondoltatok ilyesmire. Na, még valaki jöhet. Szerintem az van, hogy elindítom, és aztán akkor aki bejön, az még érkezik. Közben annyit csinálok, hogy ugye a kamera keretet, ezt egy kicsit megint arrébb viszem azért, hogy ne látszom majd, amit én írok be. Na, srácemberek, rámegyünk akkor a játékra. Rotund 1. És Süti rajzol először, és igen, jön mindenki a sajttal, így van ez. Na, hát nézzük. No. Eddig nagyjából stimmel. Kicsit fura az anatómia, de... Kicsit fura az arat? Az, figyelj, nyakából nő ki a lába. Bajszaja van neki. Tehát kisgyerek bajusszal? Milyen kisgyerek van, akinek bajsza van? Kutyafejű tatár. Kisgyerek, borotvál, Mário, leszíd. Jó, akkor nem. Bemutató pedofil. Aha. Yeah! Kisgyerek, semmi szín alatt nem hajlandó legugolni, még sárga alatt szem. Golden shower, ja Istenem! Ez jó! Kézen át húgyozó pedó! Úristen, nekem erről pont az egyik kedvenc ilyen mémem jutott eszembe, hogy a Szellő István, igen, ahogy mondja be a híradóba, hogy az elkövetők több ízben követtek el bankrablást. És ott van 4 kép ugyanarról a bankrablásról, és rá van írva, hogy csokis, vaníliás, epres és rumosdiós. És ez nagyon szerintem. Jó, hát ez tényleg zseniális. Igen. Jó, Istenem, de ez akkor is jó volt. Na, nézzük. Eddig bármi lehet. 2 szavas. Na, gyere, bor! Igen. Hát ez idáig... Szétcsúszott a úgy. Gés a golyó, de ezt egybeírják, az azért nem jó. Meg az egybe van. Csöcsök. Köszönjük. Luigi. Igen. Ez egy 6-os Lego kocka, de... Ez izé... Elhasztott olimpiát, dominó. Akkor nem ad virgultra. Na most ezt hova írtam be, ahol... Tehát valahova beírtam, ami sem a chat, sem pedig a játék, de mindegy. Végül meg lett. Azaz, a végére meg lett. Ügyi vagy. Igen, ez a sixpack. A kilogert lőtt ki. Oké. Ebből cikk lesz, nem lesz ebből cikk. Lassan ez már, hál' Istennek, nem kell, hogy érdekeljen.
És feketére van festve. Of course. Gótos. Béna hajnyíró. Bigfoot. Rothatlán búj. Nagyon szép. Pörkölt. Miért? Körül ja. Pörkölt. Szóval akró nem sokára, tehát a PC World-ra már egyáltalán nem írok, és a Computer World-ra sem sokáig már. Madárcsi Zsegő, szép öltét, ez egy elfagyott lábúj. Mennyire szép köszöntés ez így, tehát szed ki a kontextusából, valaki így köszön be. Ez kicsit ilyen rejtőjenős. Ne írd be, ne írd be a csetre. De mondjuk innentől már nagyjából, hogy ráírtad innentől mondjuk azt, hogy véres méhsejt. Véres méhsejt. Ez is kicsit ilyen, ilyen punk zenekar. Úgy örülök, hogy hordod ezt a szépet. Hát imádom. Viccától kaptam ajándékba, és ezek lávakövek, és ebben meg bele van gravírozva, hogy Vicca plusz BZ, képzeljétek el. Ő a szerelmem, ugyanis. Igen. Hopp, valaki feketével levérezte a szoknyáját. És köszönöm szépen No More Café a 8, úristen 8. hónapot. Azért ez nagyon durva. It's a me, Luigi. Step of Harshan, dúdoros van a tüti. De ez mi? Nincs ez meg. És megvan, hogy jaj Istenem, hogy melyiket hol érzed, mennyire szép! De jó! A cukor nem ilyen, nem fotorealisztikus rajz volt, na! Elbaszott fekete kávé. Jaj Istenem! Lalalala. Mini. Ez egy seggbarna. Én heregolyóra, vagy herezacskóra. Ez egy terhes bab. Mondottam először, terhes bab. Barba papa? Jó, ez kezd úgy kinézni, mint én, de így oldalról. És az a kezem, mielőtt. Alkoholista mája, kéne, te, várjál, te honnan tudod? Nézd rá! Ja. Sikerül. Mi? Verszényes állat. Ja? És annak mióta vannak csápjai, az meg. Füle van, az fül. Ott nézd ezt ki. És ez a butykos segg. Annak van farka is, te ágyú töltelék. Mi az a butykos ott, basszus? Hát ez komolyan az... Margit néni vásárolni megy. Kakis anyja. Nyeles szar. Ó, ánusz varázsló lelépett, jaj Istenem! Mindjárt csak annyi, hogy annyit csinálok, hogy jaj Istenem, nem látszik a izé, nem látszik maga. És ott a sajt, ott a sajt! Nagyon jó! És ehhez még passzol is! Ha így megrajzolva. Fogyatékos Pac-Man. Hatos csomagból a Pac-Man. Jaj, de jó. Matolcsi gyönyörűen. Na, ilyen szemeid vannak reggelente, igen. Hát...
Ó, menned kell, bye-bye akkor neked is, és jó új hetet kívánok. Na nézzük. Ez még mindig lehet kaki, nem? Ez egy segge valakinek. Fú, de ez így... Jézusom, mi? Ez... De nem, nem is tevepata. Gyerekek. Fenék pofa. Mi? Az Isten áldjon meg, és ezt így kellett rajzolni. Ó, fiam. De ez mi? Hát. Jézusomba. Na most eljövök. És az mi? Ott megy be a izé, bibib. Kenyérfutó gyalogok. Jó, hogy az az. Úristen. Egyből felismertem. Úristen, gyerekek. De nézz ide. Hát ez borzalom. Ó, ez az. Az előző alagút zsák utca. Hát ja, eléggé zsák. Jó, értem, hogy vibrátor, de ez miért van kettőbe írva? Ennyiben még nem lehet kitalálni, aki kitalált a csal. Jelentem, ezt is egybeírják. De itt külön. Hát, szar is. Réparakéta. És most beszéltünk egyébként pont ma arról, hogy ez, hogy kéne ilyet venni, kéne ilyet szeretjük venni. A pimpet nagyon. Magma pilács. Űrhordó. És ez így világít. Gyűröttyek külön, csak a komás így van egyébként, ja. Pina, vibri, az. Véres lávás robbanó töltet. Igen. Na, menjünk rá. Egyébként, ha valakinek van kedve még most beszállni, akkor megosztom a... Ó, Isten, nem másolta be. Lassan takarjak, jó van. És takarok, igen. Mi? Későn írtam be. Szóval, aki szeretne csatlakozni, az itt jöhet még be. És akkor legyen ez... Ja, most már te vagy. Ah, rá, fordul. Olyan szépet rajzoltam volna pedig! Miért találtatok ki ilyen gyorsan? Igen. Üljék vagytok, hogy okosak vagytok. Űrcsikló, így van. Süti. Na. Because I'm süti. Suncó, igen. Fej nélküli szánkos. Hát, biztos úgy ment át egy fa alatt, hogy... Hát ez... Köcsök tányérvödör. Hát mi ez? Hordó! Yes! Jaj! Nekem pikenem kell. Lehet, hogy ami emiatt fogok veszíteni egyébként. Majd beírom, jó neked? Jó. Na, menni fog. Az alját is rajzold, abból mindenki tudni fogja. Igen, a mindegy sétáló utca, sétáló utca, igen. Ahogy a vesztő is fontos. Let's eat grandma, vagy let's eat grandma, ugye. Ó, és nagyon szépen köszönöm, de
Hyena Streams a követést. Na nézzük, mi lesz ez. Ez egy baszbirga. És Kandars, szintén nagyon szépen köszönöm. Ez... akkor nem hátvakaró, pedig... Nézzétek, Vica is, hogy kitalálta? Tökre kitaláltad már. Tényleg? Ha, mekkora király vagyok. Jó, ezt tényleg kitaláltam volna. Hát vakar ez is. Egy, sose volt meg olyan, hogy villával vakartam volna meg a hátam. Á, nem. Nálam csuklott a stream, vagy másnál is. Itt végig... Nem, aha, elkezdett bepirulni a rohadék. De remélem, hogy ez csak időleges. Most piros. Igen, hát remélem, hogy bírni fogja. Ha esetleg nem bírná, akkor sziasztok, de próbáljuk ameddig csak lehet. Képakad másodpercekre, hangotok van. Igen, ugye mindig a képet lövi le először. Zorro. Alvott dárdázó. Zümmögő Zorro. Felébred, igen, így. Mi az? Alvó ijász, az is néha jó, igen. Néha én is fel szoktam ébredni. Volt ilyen már. Legalább jó irányba megy. Na igen, de szép volt az is. Először azt akartam, hogy egy plafon, de aztán rájöttem, hogy az egy kicsit rövidebb annál, mint amit keresünk. Én azért beírta a gondot, hát ha jó, vagy bármi. Vagy bármi, igen. Ajaj, folyamatosan piros a stream, remélem még azért valami látszik belőle. Oh, és többen, akkor lehet, hogy a net haldoklik, mint másnál is? Az nem lehet, mert mindannyian össze-vissza országokban vagyunk. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Mi már végigjátszuk. Igen, minden esetre, ha valaki még gondolja, akkor itt lehet begyönni. Most vissza a zöldült. Jó, mire kimondtam megint piros, mindegy, nem értem én ezt. Mi? Köszi, ezzel sokat segítettél. Ja, tényleg amúgy. Mi? A. Tehát van egy téglalap, és alatta egy orvosi recept. Mutatom, hogy csinálom én. Te sokat osztogatsz ilyet. Ja, majd megvan azóta, de... Oké. Okay. Élő szereplő és mozi. Miért? Ez a színház. Színház? Kórház? Színház? Jó. Néznék valami Páger Antalos, de inkább nem. Inkább Supernatural-t fogunk nézni. Viszont éhes vagyok. Én is. Tehát? Csüssünk ki a... Aj, annyira reméltem, hogy nem ez lesz a folytatás. Akkor rendelünk? Nem, sütünk. Rendelünk. Sütünk. Na, ott van valami ég a szélén. Nem. Az. Miért azt írtam először, ami... De az nem így néz ki? De így néz ki. Mi van?
angol. Jó, Istenem, az, hogy... Tehát... Ezt nem lehetett volna... Ja, tehát, hogy angolul a... Így van. Még jó, hogy tudok ennyire angolul, de ezt nem lehetett volna. Tehát ez, amikor így vakarod meg a füledet. Ja, utána. Skoda. Süssetek sajt. Azért kell, hogy jó ötlet. Na, de már nincs, már azt tegnap megsütöttem neked. Megsütöm valami mást? Vigyázz, mert én jövök, ne nézz ide. Because I'm the bee. Jó, és ráadásul kiléptem a izéből. Jaj, nem izéből. Oké, csak... Ja, rajzolok már, nyugalom. Eddig jó. Fölül kopasz? Nem, oda még fog kerülni valami. Az nem a bajszó, hanem ránc. Hello. De úgy került rá, hogy közben meg látszik a kopasz feje. Nesze. Tudom, hogy akad a stream, sajnos látom is, hogy akad. Nem tudom, hogy mitől gondolom. Segítek. Valahol itt a közöttünk és a Twitch között valahol nem jó Anett. Mi? Ja, hogy visszafelé. Néztem, hogy mi az a fél bajszú csávó mellette. Kevin! Mindegy. Kevin! És majd takarok természetesen. Basszus, tényleg, de hülye vagyok. Azért néztem, hogy miért fordítva csinálod. Mert hülye vagyok azért. Az annyira durva, hogy már megvan legtöbbeknek, úgyhogy még nem volt belerajzolva. Mi az, ami négy betű és ide tartozik? Pest! Tényleg? Vagy Buda? Például. Gyűrött alsógatya. Na, választok nektek szót. Jézusom. Hát ez nem lesz egyszerű, mondjuk, de legyen akkor de ez. De valami hülyeséget is fogsz. Jó, és akkor... Uh-huh. Jó, azt ott el akármisztem, de mindegy. Ja, igen, mert itt. Jó, és akkor mondjuk így vannak benne ilyenek, hogy ilyen... Így, meg mit tudom én, ilyen... És ez nem csöcs, hanem... Seg. Mint seg, igen. És akkor... Ja. Így, és mit tudom én. Így, és a háttérben azért rajzoljunk egy olyat, hogy így, és akkor van ilyen. Csúszta, így, meg. Még de jó, ez még nem az EU-s. Hát ez még nem az hát EU-s, igen. Mégis fölnőttünk valahogy. Ó, mégis fölnőttünk valahogy. Csöcs lapátoló Mário. Hőlapátos hentes. Mi annak idején örültünk, ha salakban játszhattunk, Edem. Csak mondom. De homok a szürkés barna, nem narancs, a narancs, a salak. Nem volt szürkés barnám. Minden reggel ittunk egy csésze hideg mérget. Ideg mérge. Oké. Nem tudtam leírni? A srác a golyóit lapátolja a várba. Meg annyiszor történt homokozás közben. Figyeld, hogy fröcsög. Az konkrétan, hogyha énekelnek is közben, akkor az egy operatőr. Új nőt kérek! Igen? Ez elfáradt! De hogy? Nem, ezzel még nem is viccelünk. Szeretlek. Szeresd a vicceimet. Olyan kifinomultak és szépek. Csípős paprikával gyilkolok. Kis esernyővel fenyegetőzik. Hahahaha!
1 plusz baj 2? Hogy... Nem bajnok, nem bajék. Bajikrek, vagy baj... Bajszerelem. Ja! Jézusom! Jézusom! Két baj, nem baj. Ne, love baj. Bajban. Mi? A baj a második, tehát akkor mi van előtte, ami három betűs? És ezek, ők egy... Ha szeretik egymást, ők micsoda? Ők egy... Pár! Baj! Combine! Hogy baj? Mi baj? Oké. Odaver, odaver. Fú, basszus. Jó volt, nagyon fasza volt. Hirtelen azt hittem, hogy elbencézed és kiírod, de hát azért te nem szoktál ilyet. Ez szép volt. Ja, és pihepó agyikó. Igen. Mm. Jó, ez idáig egy szar, amiben van egy csont. De... Hogy hívják ezt? Ja Istenem, mi a neve ennek a szarnak? Exkavátor. Igen, de... De mi ennek a neve? Felemelő exkavátor, ami szart lapától. Nyúlfüle is van. Kakimarkoló. Bulldozer! Jó, oké. Okay. Terence Hill nem játszik ebben a filmben. Bikalapító! Nagyon szép. Akit így hívtak. Jó, Isten, nagyon jó. Na igen, tehát így szól most a izé a kazánunk. Gondolom légtelenítani kéne, de hát én olyat nem tudok. Egyébként meg nem akarok pénzt kiadni. Egy pillanatra megfittyett a stream. Hát ahogy nézem, egy ilyen 5-10 percre fittyett a dolog. Megy, értem, de hogy mi? A kakaós csiga. Oh, yes! Ah, szennyezett folyó. Zöld spagetti riadt a nyalókázik. Istenem. Megy. Megy. Ez aranyos. Na, a tekeredik meg ilyesmi jó, de van egy hasonló tekergőzik, így nem baj, mert kigyógyulunk belőle. Tekervényeszkedik. Tekéreg. Színusz gűrbe. Gűrbe. Mennyire aranyos. Na. Igen. Mhm. Mi? Ti,
Ő? Jézusom! Hány van neki? 8. Ó, basszus, le is késtél szegényke. Basszus, lekéstem. Oktogon, halálcsillag, ikozat, dodekahedron, kőkori köd. Az lehet, hogy 10 volt, igen, nem néztem. Figyelj, abban volt 8 is. Plusz 2. Jó van már. Hát milyen szint látsz, Tomo? Milyen szint? Mit látsz? Na, hát most nem ez, hanem ez. Téli táj, a valami ellentéte. Süti, semmi. Mit látsz? Mi ez a szín? Ez az, megvan. Valószínű. Fehér, ez volt a feladvány tisztelettel. Fehéren fehér, szerintem isteni művészet, ez így van. Ez így van. La 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 la! Na, hát ez itt egy bassz. Nem, akkor azt tudja. Oké. Okay. Intersvár. Hát az már mondjuk inkább páruház, de ja. Sajt. Ez az. Aj, és ott a sajt, igen, az fontos. És ráír egy sajt, hogy tudjuk, hogy sajt, imádom! Olyan jó lett pedig, hogy tudtuk volna, hogy az egy sajt. Bót! Igen. Ó, Isten! Jaj, ez jó, ezt még. Imádom, a fejvakarás a legjobb dolog. Na jó, nem teljesen, de nagyon, nagyon. Ez közelít a legjobbhoz. Na, ez kötőjel a két kurva hosszú szó. Hát, Jézusom, ez ilyen szavakat nem ismerek, Bézé. Ennyire hosszú. Lüttenstrattenhofer Grossburger. És ez egy osztrák családi név. Humpty Dumpty pofára esik, de... Igen. Ott kilóg a fügyje. Jó. És van neki még glóriája is, tehát karatézó Jézus álló fasszal. Akarom mondani, Fütyi. Részek törpapa. Igen, és azt nézem. Mi? És ráadásul fölemel a karatézó Jézus álló fasszal egy csapot, amiből folyik a víz. Jé, de miért van neki glóriája, basszus? Mellesleg egybeírjuk. UFO támadás szívesztekor. Fekete öveg Super Mario. Pornószínész. Ja, utána jövök. De nagyon szép. Miért van rajta? Ja, hogy miért van rajta piros? Jaj. Már Nem, Edem, az van egyébként, hogy azt hiszem egy vagy két éve már nincs ez a szabály, hogy szótag fölött kötelező a kötőjel. Kész. És én hülyét is kaptam tőle. Most mi ez? Így? Na akkor megelőzöm máshogy. Hát légy szíves. Féló? Ez mi a redva? Jó, akkor előzöm máshogy. Ja, jó, oké, értem.
Maki, ne visíts. Mi van, bébi? Hú, egy gé. Na, a fűkös logót kellene, mert segge volt. Jó, értem, értem. De jó, hogy belerajzoltad a kőműves dekoltást. Ez mondjuk szép dolog. Ez a mi nyári gumink. Nagyon szép. Akkor azért ne nagyon menjetek azzal többet, ha lehet. Na. Picike. Csöcsök. Mert elborult a macska velje. Jó van, majd beírom helyetted. Nem kell. Közben én takarok. Mi az? Húgy bástya! Húgy bástya! Picike, gyere! Húgy bástya, gyere! Gyere! Ne, beírod nekem is, mert izébe most a macskázok. Pici! Elkéstem, ne haragudj! Semmi gond. Jaj, és akkor... Oké. Hát, gyerekek. Jó. Jó szart. Az lesz. Itt ez egy... Ja. Lehet egyébként akár az is, hogy... De azt kinézi. Na. Csak, macskát megsimogatom, mert... Mi van? Pici. És tényleg ez kellett neki. Ja, az is simogasd? Igen. Gumi! Na és ezzel el is érkeztünk a végeredményhez nagy szeretettel. Edem oda csapott a végére, zseniális volt. Én a második helyre szorultam, Dark Knight a harmadik. Nagyon szépen köszönjük a játékot. Csodálatos élőlények vagytok ismét, mint mindig. Na, a helyzet az, hogy szerintem szép lassan akkor megyünk. Egyrészt ugyanis holnap lesz ez a hétfő nevű csodálatos dolog. Óvatosan, picike, óvatosan. Igen. Szóval holnap lesz ez a hétfő nevű csodálatos dolog, és egyébként meg éhesek is vagyunk. Igen. Meg megnézni kell sorozat. Igen, mert nem fogom tudni, mi történik. A kedvenc sorozatomban. Igen, Bábi Sütyi Show-ban. Na, Bábi Sütyi, Danika Csá, az egy réd. Simán lehet, nekem most éppen fogalmam sem volt, hogy ha vicca beszél szüleivel, akkor üdvözlöm őket, Minike, ezt majd add át, kérlek. És akkor szerintem nem sokára rámegyünk a... Jaj, miért maradt benne a kis kamera ajzében? Ja, tényleg, ott vagyunk. De furi. Mindegy. Danika Csán, csak teszt stream van. Jó, akkor azt nem bántjuk. Hát kik játszanak még, meg kik vannak még. Csinálhatunk akár random picit is, hogyha gondoljátok. Mondja, hogy találkozhatnánk valamikor. Igen, most már nem sokára vége az izének. Például a munkámnak. Ja, és akkor utána... Meg a karanténnak, és akkor megrohamozzuk az első helyet. Bécsi helyiséget. Igen. Na, azt mondja, hogy Eni anyu, és ő ki? Magyar Viktor Pizza Futár. Milyen nevek vannak, gyerekek? Azt mondja, hogy tényleg próbálnék valamilyet, akinél most nagyon kevesen vannak. Bár most nem látszik valamiért, hogy hol hányan vannak. Ja, de látszik, csak átrakták, igen. Mi van akkor, hogyha... Hogyha elmegyünk, mondjuk... Ki streamelő megy? Magyar Viktor az streamelő megy Pesten. Magyar... Viktor, mindjárt megnézzük. Van ilyen, hogy Magyar Viktor. Igen, van ilyen. És megy Pesten? Megy Pesten. Jó. Hát gyerekek, ezen nem újjon. Minden esetre
Jövő héten... Ja, hogy egy pizzafutár, és azt... Ja, értem. De jó, ezt mondjuk tök ez érdekes egyébként. Srácok, annyi van, hogy... ugye csütörtökön mindenképpen fogunk zenét streamelni, vasárnap mindenképpen fogunk egy ugyanilyet csinálni, és nagyon igyekszem azon, hogy mondjuk ilyen kedszerda környéken legyen még egy stream, ahol valamit játszunk. Még az is lehet, hogy kompetitívet valakivel, még az is lehet, hogy folytatjuk a valamit, amit elkezdtünk. Szóval lehet, hogy én leszek. Lesz sok minden. Veled játszom? Nem, hanem én játszok valami retro. Azt is simán lehet. Na, minden esetre legyetek jók, vagy rosszak, vagy bármi, olyanok legyetek, amilyet szeretnétek, és aztán akkor folyt köv. Sziasztok! Csak igomolj! Amúgy egy jó spórolás.